hogy hogy is állunk itt. Csak már nem kéne már egy másik monitort, akkor nem lenne ilyen kis apróság, problémák vannak itt. Na, üdvözlök mindenkit. Hát ugye annyi történt, itt van vele Mimike. Szia, Imi. És hát annyi történt, hogy én meg is mozdulok már a kamionnal, hogy ki ne dobjanak. Az is lehet, hogy már kidobtak. Nem, talán nem, még itt van, itt van, hát még jól van. Na, szóval annyi történt, hogy ugye tegnap értesültem én is róla, hogy van egy ilyen új challenge, egy ilyen rózsaszín szallag elnevezésű valami, van egy ilyen, hát olyan $2 körül van, vagy $2, $2, nem tudom, mindegy, van egy DLC, hogy meg lehet nyerni. Hát annyira nem vonz ez a rózsaszín DLC, de mindegy, hát mint challenge-et akkor letoljuk, hát levisszük. Tehát annyi történt, hogy én is már itt ugye számolja, hogy 2 este kipróbálásképpen levittem, 12-t kell összesen levinni, és akkor, na viszont ez a másik, ez az új kamion, ugye az új Renault kamiont megvettem, egy kicsit kipofoztam, beszíneztem, átfestettem, stb. De az új Renault kamiont is teszteljük egy ízben ezzel az egésszel. Én mikor te nem gondoltál rá, hogy kipróbálod az új Renault-t? Hát én másik mentésen kipróbáltam, de itt nem merem, mert a koronyal... Szia Adrián, szia Vazovszki! Na, akkor nézzünk egy fuvart, ezt a majd közben majd beszélgetünk. Hát minél rövidebb fuvarokat akarunk, hát ugye külsőben ez a lényeg, nekünk? Hogy hát külsőben igen, és minél rövidebbeket, hogy minél hamarabb elfogyjon ez a 12 küldetés, vagy nem küldetés, ez mindig küldetés, aha, mondok, kihívás. Elvitték. Nem, itt van, én látom. Nekem itt van. München, Stuttgart, itt van. Várjam, keresem. München, Stuttgart, megvan. Na, akkor már mehetünk is. Oké, okay, elfogadtam. Ja, minél rövidebbeket, mert most nem az a cél, hogy itt a nem kilométert számol, itt azt számolja, hogy hány darabot, és most hiába mennénk el Rigába vagy Szentpétervárra, az ugyanúgy egynek számít. Ez mint a gyűrűkorában, amikor a kis törpe meg a tünde ugye versenyeznek, hogy ki jól meg többet, és a tünde megölt a nagy, mi volt az, mamutot, vagy nagy elefántot, vagy nem tudom, és akkor mondta a törpe, hogy attól az még egynek számít. Na, hát szóval ez úgy darab-darab, úgyhogy nem foglalkozunk vele, toljuk le ezeket, aztán... Hát meg közben mondom, teszteljük ezt a kis valamit, hát az érdekes dolog, 520 lóerős ez a kamion. Ugye digitális a kijelzője, tehát a Renault-nak ilyen érdekes, viszont a üzemanyag tartálya mocsok kicsi, tehát elég sűrűn kell majd tankolni, itt kellett volna lekanyarodni. Hát ugye nem jó, ha visszatolatok, már most ezen a szeron szerintem nem jó, úgyhogy itt inkább megfordulok, addig nézegettem. Egyébként itt. Egyébként szerintem nem kicsi a... Hát kicsi, mert néztem, hogy ennek van más változata, ennek a Renault-nak, vagy ami, hát ugyanez a fajta, csak egyel kevesebb tengelye van, és például annak kétszer akkora üzemanyag tartálya. Lehet is egyébként cserélni benne, de mindesetre, tehát ilyen alapváltozatban ennek kisebb sokkal. Hát ez, ugye egy Scaniával is lehet menni 3-4000 kilométer. Ja, mondjuk most ez is azt mutatja, hogy 3000. Ha tengelyt lecseréled, akkor viszont tudsz... hogy hívják ott feltenni egy nagyobb tankot, én próbálgattam. Igen, lehet, hogy a tengely miatt. Amúgy nem is, akkor ez nem is néz ki olyan nagyon kicsinek, hát 3300 kilométert mutat nekem. Hát akkor visszaszívtam, lehet, hogy mégsem. Akkor lehet, hogy mégsem olyan kicsi. Na, fölvettem a pótot. Á, bocsi, csak én még a piros lámpánál állok, mert elrontottam. De minek állok itt? Amúgy nincs itt senki. Hát nincs itt senki. Meg... Ez a lámpa ez úgy néz ki, hogy ezt bebugolt, ezt nem akar átváltani, úgyhogy én nem várok tovább. Amúgy az egyes szeron vagyunk, tehát aki esetleg szeretne jönni, csinálni velünk. Münchenből indulunk most jelenleg, és tehát jöhet velünk. Hát mondom, minél rövidebb fuvarokat szeretnénk letolni, aztán haladjon. De viszont az a Renault, ez az újfajta Renault, ez nagyon gyorsan ugrik. Nekem hát ezt nem tudom, majd meglátjuk. Mindegy, majd világosodik, aztán majd körbenézzük, de... Én mondom, én mentem vele, singlibe, kipróbáltam, csináltam gyorsan magamnak egy új mentést, így kipróbálásképpen. Nekem nagyon jó ugrott, igen. Ment, igen.
És ja, te nem indultál el? Várjál, ma hol vagy? Ne, én elindultam, itt vagyok a jelzolampán. Ja, csak akkor valaki, egy zöld valaki ott van, akkor lehet, hogy jön velünk valaki, mert hogy... Nem tudom. Jó, lehet, hogy valaki jön velünk. Senki nem jött be csetre, hogy jönne valaki velünk. Én nem tudom, igen, mert Adrián is szokott velünk jönni például. Hát ez az, hogy én elindultam kifele, és igazából nem tudom, hogy te hol vagy. Ja, én várjál, most vagyok a város szélén. Akkor lehet, hogy te voltál ott. Engem kidobott. Ja, tényleg? De jó, szuper. Uh-huh. Mindjárt jövök vissza egy pillanat. Hát de várjál, már én is offline vagyok. Az hogy lehet? Igen? De az hogy lehet? Nem tudom. Akkor azért volt bebagolva a lámpák. Ó, gyerekek. Akkor megyünk egy kört. Valamiért offline-ra. Ugyanez volt a katánál, hallod? Elindította a játékot, mert beszéltem vele telefonon, elindította a játék, és ugyanígy kidobált állandóan folyamatosan offline-ba őt. Nézd már, ez valami kapcsolódási hiba. Ja, hogy már megint van egy frissítés, ezt nem hiszem el. Megint le kell okézni, mert most jött el megint egy frissítés, és azért dobott ki. Nekem most, az előbb még beléptünk, nem volt, és most jött rá valami frissítés. Aha, és nem csinál semmit. De nyom rá, bejön egy ilyen ablak, és akkor ott, nem is tudom, le kell okézni, tehát ne x-elt ki, hanem okézd le, mert igen, alig vannak a szerón is, mert látszik, hogy 245, tehát mindenkit kidobott amúgy, nem csak minket. Ez most itt mindenkit hát meg... Hát én valamit csináltam, de nekem az onnantól se csinál semmit. De mindenkit kihajított most. Várjál, most próbálok újba visszajönni. Az állást leszinkronizáljuk. Oké, visszaenged. Nem enged. De én már itt vagyok. Van egy fehér, azt nem enged. De ott, az, amikor megjelenik egy ilyen fehér izé, azt okézd le, vagy nem is tudom már milyen gomb volt ott. Igen, most már én benn vagyok amúgy. És nincs... Nem hiszem el, hogy már megint hova lettek a lámpáim, vagy mi van, ilyenkor elvesz mindent. Aztán ja, várjál, lehet, hogy aha! Egyeszer óra ment, ugye? Igen. Jó, mert már jövök én is föl. Axel, a lámpát átgurultál, ugye? Igen, már itt kijöttem éppen a városból, de itt vagyok csak... Mert én a jelzőlámpánál álltam. Jó, de most már működnek a lámpák, ott látom a háttérben, mert szerintem te jössz ott kifele. Még nem jövök. Vagy akkor valaki más jön. Jön valami domi. Dominó. Jön dominó. Remélem nem do. Na, szóval kipróbáljuk ezt az új Renault-t, és befestettem ilyen kis fagyos színekre, hát csak egy pár ilyen apróságot. Itt így rá nyomtam, hát semmi különös. Éppen csak ilyen kutya futtával, azt hiszem belülről is. Hát a kis drága kis kutyuskámat ide tettem a telefonommal, egy kis kaja, pia, laptop. Itt és vagyok. Ennyi. Jaj! Mehetünk át, hát van, te vagy itt mögöttem? Na, akkor jó. Lámpát kap... Ja, fel van, jól van. Jól van. Akkor mehetünk is. Mi a helyzet? Hát az, hogy ezt le akarjuk vinni, Vazovszky. Veled mi a helyzet? Mert időnként... megjelensz, aztán időnként eltűnsz, nem tudom, hogy milyen dolgaid vannak, miket csinálsz. Mi azért úgy általában így itt vagyunk, megtalálhatóak vagyunk. Kapcsolok lámpát, tehát jobb így még. Én szerintem többet lehet látni, menjünk tovább egyenesen. Próbáltam már valamelyik őtök, mármint a cseten lévőket kérdezem, hogy próbáltam-e már valamelyik őtök ezt a Renault kamiont? Na én most próbálgatom, hogy a hangját, meg úgy mindent. Mindegyiknek más egy kicsit a hangja, ahány kamion, annyi féle. Szia Kata! Szia László!
Hát most az egyes szeron vagyunk, László, szia, egyes szeron vagyunk, és hát most indultunk Münchenből, vagy mindjárt mondom, amikor a hülyeséget mondani, Stuttgartba. És Stuttgartba, hát az nekünk, ugye, mi rövid forrokat nyomunk, tehát ez most 178, hoppá, nem az utat nézem. Tehát 176 kilométer, gyorsan ott vagyunk, tehát hogy Stuttgartba tudunk találkozni, és akkor tudunk együtt menni. Bárkivel, aki szeretne. Most már jön fel a nap, aztán majd akkor legfeljebb még egy kicsit körbenézzük. Azt mondja a Kata, hogy velem persze nem is kamionozom. Hogy ne kamionoznék? Siess haza, anya, aztán átadom. Nézzem, mindjárt vadóz ki, amit írtál, csak már most az nem a léles kanyar, semmi lehetőleg, de tényleg, ne haragudjatok, sokat dolgozok, iskola, meg sok. 8 órám hazajövök, tanulok, alig van időm fent lenni a YouTube-on, itt vagyok, nem mentem dolgozni. Na, nagyon beteg, köhögsz. Ja, mindenki ezt a fuvart viszi. Hát jobbulást akkor az oszki, ez nem egy örömhír, de próbálj vitaminokat tolni magadba. Nekem legalábbis ez a dolog, ez így bejött megelőzésképpen is, és nem igen szoktam beteg lenni tényleg. Így a vitaminok valahogy az immunrendszert egy kicsit így erősítik, aztán valahogy így jobban lepattannak a betegségek. Itt vagyok. Ne aggódjál, itt vagyok mögötted. Hát tesztelem ezt a kamiont, melyek 91-el, de tesztelem ezt a kamiont, egész jól megy. Például a DAF-val jártam úgy például tegnap este Andrissal, kicsit levittünk két fuvart, és ugye ő neki Volvo-val ment, én meg a DAF-val, és ugye a DAF-ban kevesebb a lóerő, és Andriss ő hát megelőzött egy olyan 100 kilométerrel, és hát hülyeséget mondtam. Tehát 200 kilométeren 10 kilométert rámvert. Pedig ugyanígy indultunk, hogy ő előttem ment, és egész egyszerűen többig nyomtam a gázt, és nem tudtam. Tehát 10 kilométert rámvert 200 kilométeren. Én nem akarom a DAF-ra szólni, de az nagyon rondán elrontották azt a Oké, nekem tetszik, meg szép, meg minden, csak tényleg ilyen tapasztalatom van, hogy sajnos. És én már jártam úgy másokkal is, amikor így mentünk konvojba, hogy így próbálgattam így egy gyengébb lóerős kamionokat. Már hozzáteszem, hogy ez a Renault Erbis 520 lóerő van, tehát nem 740, mint egy Volvo-val. De ennek ellenére úgy néz ki, hogy megyek Imike után, szóval még ez úgy tudom tartani jó, vele a lépést. 730-as motorban. Jó, de az enyémben 520, és mégis tudom tartani a lépést veled, érted? Tehát egyébként érdekes. Na, vagy mögöttem, nagyon szoros. Valaki jön mögöttem. Egyes szerved, igen. Most volt frissítés, éppen kidobott minket a frissítés, mert mindenkit kidobott a szerorról, hogy láttuk. És most jöttünk vissza bele. De legalább nem lag. Igen, mondta Imke, hogy új. Hát igen, új net, új minden, hát nyilván. Tényleg átszer, ezt nem is mondtad, nem lakolok? Nem, most jó, mondja Kata is, hogy nem. Én meg elfejtettem a lúcablakot, pedig jött egy lúc is, és elfejtettem a lúcablakot bekapcsolni, de mindjárt bekapcsolom, hogyha nem kanyargunk ennyire. Hát itt kanyargó. Igen, töri fejtágítókat, fel akarom olvasni, csak... Jaj, ne. Csak elfejtettem. Nem fogy még el. Elfejtettem itt az ablakokat, mert ugye annyira pickpocket én is csináltam. És akkor tudja már nézni, meg közben érkeznek a töri fejtágítók, ezt nézem, hogy... Csak de ezt a 1338-at, ezt már múltkor felolvastam. És... Ezek, hogy nem vár. Ezt valószínűleg ígyeztek a múltkor Axel írtak neked, Axel úr valami drúck. És az játékon belül jött ez az ilyen. Igen, az töri fejtágító volt, igen. Jó, bocsánat, csak én most azért megyek ilyen kacskaringósan, mert néztem a lúc ablakot, olvastam, de igen, ez még a legutóbb jött, ami most jelent meg, és ezt én már a múltkor felolvastam. Jó, csak jön nekem mögött. Hát azt
Ja, jönnek mögöttem is, de hát egyébként én meg teljesen utolértelek. Hát, mert 80-nal megyek, úgy úton érjek. De már bye-bye. Azt mondja, Kati, kérdezem meg én, hogy mikor fog ő live-olni, mert nagyon ellustult. Na! Anya! Majd kijön mögöttem, hogy ismerős valaki ilyen. Ja nem, Dominó. Hát Dominó, nem tudom ő. Hát Dominó névvel. Ugye azon gondolkozom, hogy... Axel, pont ő írta be. Mit? Dominó névvel. Ezt az Axel úr. Hát de hova írta akkor? Mert ezt én nem láttam. A játékon belül. Ja, azt meg nem... Játékon belül azt nem láttam. Akkor bocsánat. Úgyhogy ő írta. Ja, jól van akkor. Akkor velünk van. Jó, oké. Jól van. Akkor üdvözlünk Dominó itt köztünk. Csak majd jelölj be esetleg, Dominó, hogyha hallod, amit mondok, jelölj majd be Steamen. Ott van a videóm alatt, meg hát mindenkinek mondom, nem csak neki. És akkor ugye nem kéknek látnám a kamionodat, hanem zöldnek, és akkor tudnám, hogy barát vagy, ismerős vagy, stb. Tehát ugye a Dominó névvel az olyan, hogy hát lehetsz angol is, de lehetsz magyar is, tehát ugye az nem olyan, tehát ez egy olyan név, hogy és hát így nehéz eldönteni, de hogyha zöldnek látnának, akkor már messziről látszik, hogy ő egy barát, ő velünk van, ő nem véletlenül lehet, van itt. Megyünk. Axelt is el lehet gondolkodni, hogy magyar vagy nem magyar. Hát ja, ez is olyan, igen, de azért mondom, hogy itt, hogyha a zöldnek látjuk egymást, akkor az már tuti, hogy mi Steamen barátok vagyunk, és akkor az már azért, akkor tudjuk egymás társaságát keresni. Na, fiúk, lányok, megérkeztem Stuttgartba. Ja, Linzben vagyok, merre tudunk találkozni. Fú, azt most, én még most megyek, nem nagyon tudom, tehát mi most itt vagyunk Stuttgartban, nem tudom, hogy... Hát mi azt szerint fogunk fuvart vállalni innen Stuttgartból, hogy ez a rózsaszín kihívás, ez merre visz minket, és nem az alapján, hogy most Linzbe tudunk menni, tehát ezt majd ezt igazából majd meg kéne neked inkább nézni, hogy tudunk. Kicsit nagyobb bíbe kanyarodjál legközelebb. Majd megmondom Katának, hogy szóljon rád, mert ez kamion, érted? Ez nem egy Trabant, amit vezetsz. Majdnem elvitted a buxusokat. Igen. Hova tegyük le ide? Bementünk. Ja, te ilyen gyorsító. Hát lehet, hogy egyébként nekem is az kellett volna, hogy haladjunk. Bementünk apunak a tévéje, ahol van. És szia, Hun. Szia, Hun Prime. Igen, szia, Fefe. Hát le akarjuk már tolni ezt a rózsaszín cuccost. Ez a harmadik fuvar a 12-ről. Semmit nem lehet. Anya, ha itt vagy még a cseten, nekünk hányadik fuvarunk lesz? Hát, ha kimész a menübe, meg tudod nézni, mert ott felül mutatja. Ja, várjak. Negyedik. Na, nekem ez a harmadik. Ügyes vagy anya, ügyes vagy anya. Ügyes vagy anya. Hallod, itt éli adásban anyázik a férjed. Hát én úgy hívom élőben is, hogy anya. Igen. Hát mondjuk ebben beleesik szerintem nagyon sok mindenki, mert így akinek kisbabája születik, azok... Hú, ez nagyon nem lett jó. Tehát nagyon sokszor ugye anya, apa, meg minden, de aztán utána később, amikor már nem olyan kicsi a gyermek, akkor utána az vissza szokott azért általában alakulni, hogy utána már nem úgy hívják. Hát persze. De eleinte tényleg sokan így vannak. Hát ő úgy hív, hogy apa, én úgy hívom, hogy anya. Hát igen, a kisbaba miatt, mert hát ugye a kisbabának is úgy mondjátok, és akkor ne zavarjuk össze, de nekem például nem szimpatikus, amikor vannak olyan, hát nézőpont kérdése, hogy kinek, hogy de mondom, nekem nem annyira szimpatikus, amikor vannak olyan, sokszor lehet tényleg olyanokra találni, hogy a kisgyerek azt mondja az apjának, hogy Péter. Péter így, vagy János úgy, vagy mit tudom én. Tehát, hogy a gyerek az én szememben az hívja úgy a szüleit, hogy anya vagy apa, az én szememben. De nem biztos, hogy én jól gondolom, csak nekem olyan furcsa, amikor olyat hallok, hogy a gyerek az így a keresztnevén szólítja az apját, meg az anyját, hogy... Nekem furcsa. Dominó már föl is vette a pótot. Hallod, elkapta. Szóval CT. Ja. Új Renault, majd körbenézzük, csak most jön fel a nap, aztán még most kicsit rosszul lehet látni. Na, nézzünk mi is akkor fuvart, és akkor megnézzük, hogy
Mi újság a hal piacon? Szia, Katalin! Romániában. Képzeld el, Katalin, szánom bánom, hogy a DAF-ot most betettem egy garázsba, de vigyázok rá, nem ültettem bele senkit, csak bent van egy garázsba, érted? De ezt a Renault-t ezt meg megvettem most, hogy kipróbáljuk. Na hát mégiscsak próbáljuk ki. Axel, találtam még egy rövidet, valami Zürich. Zürich. Akkor meg Zürich. Zürich. Jó, hagyjál békén nekem ezt. Olyan, mint a Richter. Zürich. Jó van. Na, és hát nem tudom, Linz, ugyebár megmondom őszintén, hogy ismerem a városnak a nevét, de nem tudom, merre van. Nem tudom most, hogy tudunk találkozni. Mindegy, nekünk nem ez a, az a baj, hogy nekünk ez a fuvarunk van, tehát valahogy neked kéne ide jönni, hogyha szeretnél velünk menni, mert mi kénytelenek vagyunk ugye ezek alapján, a fuvarok alapján menni. Na, akkor fogadjuk el ezt a Zürichet, jó? Oké, elfogadtam. Nem. Hát az event lényege nagyjából az, Katalin, hogy itt is meg van szabva egy idő, meg talán valami kilométer korlát is meg van szabva, hogy ezt kell felvenni. És akkor ezeket a fajta ilyen rózsaszín, hát ez egy rózsaszín ribbon, rózsaszín szalag nevű valami, tehát ilyen kamionokat kell vinni, és az a lényeg, hogy 12-t ha leviszel, akkor utána ez egy ilyen két euró, azt hiszem úgy normálban ez a DLC, és nézd meg, megverem, hát így hogy lehet, nem látok tőle. És lényeg az, hogy ez a két eurós valamit gondolom ezt megkapjuk a végén, hogyha ezt levittük. Hát amúgy nem annyira férfias színek ezek, úgyhogy annyira nem lesz a nagy kedvencem, de hát... Oké, anya, majd segítesz átvenni, majd este valami gyakoroljuk ilyen. A nyelv kiejtést. Ja, nem, minden városban vannak ilyen, most nem tudom már megnézni, de hát vannak hosszabb, meg rövidek. Mi minél rövidebbeket viszünk, tehát ez a rövid, ez is, halljátok? Ja igen, 206 kilométer, tehát úgyhogy ez is egy ilyen rövid, minél rövidebb küldetéseket viszünk. Jön egy valaki, ezt lehet megvárom. Kontrány azt mondja, hogy azt a... Az oda berepült. Mert itt ugye a darabszám számít. Majd... hát mindegy, ott felül, hogyha menübe kimegyünk, felül középen mutatja, hogy a 12-ből hány van, és akkor az teljesen mindegy, hogy én Rigáig megyek el, az is csak egynek számít. Szerintem. Na és... Axel, erre visszatérve, képzeld el, hogy a Kata valahol olvasott olyan, hogy... Hát így lenne egyébként, tudom. Igen. A fejlesztők kitaláltak egy olyant, hogy ha 1 millió fuvart, vagy hogy mondta a Kata, leviszel, akkor a nőknek segítenek. Tényleg? Hogy? Teherbe ejteni? Vagy mibe segítenek? Nem, hanem valami kórháznak valami adományt adnak. Ja, valami adomány. Hát valami hasonlót olvastam. Hát nem tudom igazából. Nem tudom, hogy mi igaz belőle. Bennem volt egy ilyen, hogy ez a rózsaszín dolog, ez nem annyira érdekel engem, de hát most úgy jöjjünk vele, hogy délelőtt szerintem le tudjuk tolni, hát remélhetőleg, és akkor letoljuk, na, hogy... Csak ne maradjunk ki belőle. Jósan kanyag, aztán én is megyek fel, ma nem dolgozok, Katalin, várunk! Én sajnos mindjárt búcsúszkodok. Na, Imike meg itt hagy, jöhetsz. Hát nekem mennem kell sajnos. Hát de Kata viszont tud jönni akkor, nem? Hát majd ha hazaér a Kata. Hát hol van Kata? Elment le meccsére rendet rakni. Lenn maradtak újra a kutyák, hogy őket nem tudtuk elhozni. Nem vállalja senki be a házkit, hogy elhozza. Egy kicsit bolond, szegényként. Aztán fél mindenki, hogy a kocsi belül megkapol, megjönhet vagy valami, és beszéltem egy teherautósra, azt mondta, hogy hétvégén megoldjuk, hogy felhozzuk. Nagyon érdekes a műszerfala ennek a járgánynak, teljesen más, mint a többinek. Fura. Na jó, mondja nekik oda, csak mink a lovaknak is megszerzett. Ezt nem nagyon értem, ezt komolyan nem értem, ezt a műszerfalat. Tehát ez most azt mutatja, hogy 78,
litert fogyasztunk 100-an. Hát jó, ez olyan, mint egy Forma 1-es autó, de mondjuk, és tudok vele menni, asszus, nem vágom, hát amikor álltunk a lámpán, azt írta ki, hogy tudok vele menni valami 3000, nem tudom hány száz kilométert, most meg azt mutatja, hogy 258-at tudok vele menni. Köszönöm szépen. Mit csináltál? Hát belém jöttél. Én? Hát te jössz hátul. Én néztem a műszerfalat. Előztem. Ja, én nem figyelem, hogy előző, mert én néztem, de rá voltam nagyítva a műszerfalamra, mert én azt nézegettem. Én is szeretlek. Mikor lesz magyar mod az RTS 2-ben? Hát van, lehet menni csak a single player-es egyenlőre. Igazából. Hát figyelj, ez egyébként Imikére visszatér, tehát tudod, hogy hogyha kijönnek a helyszínelők, akkor mindegyik azt fogja nézni, hogy ki volt hátul, mert az a hibás. Tehát, hogy aki elől megy, ez a Forma 1-be is így van, tehát én voltam elől helyzetben, tehát te vagy a hibás, mert te jöttél hátulról. Aha, csak én a saját sávomból voltam. És hát, a fék alapján meg tudják mondani, hogy ki volt a hibás. Na? De én nem fékeztem. De én igen. Aj, de jó! Egy kis farming szimulátor megy oda lent. Próbáltam. Hú, egy ilyen bungee jumpingot, nem állunk meg ugrani egy seggest? Jó, ugorja. Tudod kiugrik. Igazokat, de van, megbeszéltük, hogy jövő nyárra elmegyünk. Egy olyan helyre, ahol lehet csúszdázni, és ilyen szabad eséssel lecsúszok. Igen? Hát én most csúszdáztam a hétvégén, mert ugye itt nálunk hát, híres fürdő van, és na mindegy, és ilyen aquapark jellegű dolog, és a gyermekem minden áron, hogy én csúszdázzak vele, az anyja az nem csúszdázik vele, és akkor én csúszdázzak vele, de hát amikor ilyen csövekbe, meg így tekergőzen, mit tudom, meg ilyen úszógumiban mész a csövekbe, és hát jó, csúsztam, nagyon sokat lecsúsztam így is, de azért már egy idő után mondtam, hogy most már csúszson egyedül. Hát én képzeld el, Axel, hogy tavaly novemberben ugye voltunk kint Klagenfurtban, Sogoréknek, és elvittek egy olyan toronyhoz, hogy úgyis ilyen hegyen volt fönt, ilyen jó nagy dombon volt fönt, vagyis egy csúcs tetején volt, és még onnan fölfele 12 emelet magas volt. És a 8. emelet magasról le lehetett csúszni csúsztam, így körbe-körbe tölt az épületre. És én lejöttem, van róla a filmkép is, 25 km/h sebességgel jöttem lefelé. Hát képzeld el, hogy itt is van ilyen, tehát méri az időt mindenkinek a csúszásánál, itt mondom, amit én csúszdáztam hétvégén, és ilyen 50-52-ket, aki ilyen 20-nal ment, az volt a lassú, tehát azok voltak a kis nyúlbélák, de aki meg gyorsan, és ilyen 50-52-kkel mentünk, tehát tényleg, én majd kiestem belőle sokszor. Én most a nyárra ízét akarom rászedni, hogy menjünk a bokozni. Közben megjelent az 1339-es, mert az viszont már most, ezt már most küldte nekem, Csíkból is nagyon szépen köszönöm neki a lúcokat, amiket küld, történelmi fejtágító, és hát ez biztos, hogy most küldtem, mert ez eddig nem volt itt. Azt mondja, hogy Károly Robert dinasztikus politikájának eredményeként fiát Lajost lengyel trónörökösnek nyilvánítják. Nem, ezt is olvastam már a múltkor. Mert csak ez. Mikor is jött? Nem látom. Nem, ez olyan, mint hogyha ezt is már... Én úgy érjénik, hogy ezt is a múltkor már beolvastam. Lehető függetlenül, nem baj az. Ismétlés a tudás anyja. Hallottátok ezt? Imike, te hallottál ilyeneket? Emlékszel iskolából ilyenekre? Igaz, én ilyenkor küldtem el a tanárt a látásba, de emlékszem. Ó, hát figyelj, de gyere, próbálj meg előzni megint. Az ismétlés a tudás anyja. Próbáld meg, hát ha most sikerülni fog. Nem előzök meg azért sem, megint összetörsz. Fogy már 35 km van hátra, és ez már ugye nekem a negyedik fuvar lesz. Akkor nekem
nekem az ötödik. Igen, de te abba is fogod most hagyni, és akkor megelőzlek, ez a lényeg. Nem, elvileg tényleg le lehet ezeket tolni gyorsan, én szerintem. Mert ilyen viszonylag rövid fuvarokkal le tudjuk. Így van, akkor mindig az a hibás, meg az, ugye az, aki hátulról jön, meg a másik, hogy az a hibás, aki tolat. Tehát ugye, mert hát ezek ilyen szabályok. Igen, de az jobbra. Is hibás, aki óvasgat és kacskarikózik az útján is között. Hát... Három sávban, és a három sávban nem félek. De akkor is te jössz hátulról, neked kéne figyelni, hogyha másik kacsázik, akkor ne előzzél. Miért? Nekünk nincs hátul szemünk, érted? Hát ott a két szükség. Jó, hát én is hibás voltam, most nem azért mondom neked, tehát tudom én, csak én itt a nézőkkel foglalkoztam, itt néztük együtt, rá voltam nagyítva a műszerfalra, és nem, utat nem láttam. Szia Petra! És megjön hozzá rám a kormány. Azt mondja Hunprá, hogy próbálj meg újra előzni, akkor is hibás leszek. Elmentem mellette. Hát láttad, most figyeltelek ám a tükörből. Nem baj, mert mindjárt felborulsz, aztán csak nem lesz meg a fuvarod. Becsesztem a Kata kicsit nyírva. Kata, nyírt ki. Légy szíves. Csiklandozd meg, vagy fogd be a szemét a kanyar előtt, vagy valami. Nincs itt volt. Érdekes, tényleg ez a digitális dolog, ezt így szokni kell, ezt a látványt. Vannak ki tényleg ilyen Renault-ba szokás, személyautókba is, meg de nekem olyan furcsa ez a digitális kiíratás. Egyébként jó. Hát igen, de olyan kicsit szokatlan nekem. Van büntetésed? Nincs. Zöld volt. Hát nem jön semmi, azért kanyarodunk piros lámpánál is amúgy. Ezt figyelem ugye lent a térképen, hogy jön-e valami, mert ha jön, akkor meg szoktunk állni mindenképpen. De ezt ellensúlyozásképpen az indexelek, legalább indexelek, hogyha legalább átmegyek a pirosan, akkor valami azért legyen. Megint tolatgatsz? Hát lehet, akkor most én is kihagyom a tolatást, és akkor, hogy haladjunk a küldetéssel, akkor így van. Na, akinek van kedve, továbbra is azt mondom, hogy jöhet velünk kamionozni, vagy levihetjük ezt a küldetést. Hát ugye most megmutatom, hogy hol vagyunk. Zürichbe vagyunk, és innen, hát minél rövidebb fuvarokat viszünk, és itt fogunk valahol tekeregni a környéken, tehát elvileg ugye ez nem DLC-s terület, tehát itt bárki tud jönni még, akinek nincs meg. Tehát nem menjünk direkt Olaszországba sehova. Én meg akartam nézni Imikének a fejét, de nem láttam. Na, van egy olyan, hogy Grenf. Szevasz Zsolti Flösser. Én köszönöm szépen, Petra, jól vagyok. Ti hogy vagytok? Mi? Axel. Tessék? Strasbourg? Mindjárt nézem. Ugye itt mutatja, mindjárt kilépek majd ideig. Tehát itt mutatja, hogy a 12-ből már 4 megvan, és így haladunk vele, hogy meglegyen most délelőtt, le tudjuk tolni ezeket. És minél rövidebb fuvarokat próbálunk, hogy haladjon. Strasbourg, vagy csak én nézem, hogy ez 207, Genf az 250, Strasbourg. Nem onnan jöttünk ide? Münchenből indultunk. Igen, de nem, most nem Strasbourgból jöttünk. Stuttgartba. Nem Stuttgartba voltunk, és honnan jöttünk le ide, és most mennénk vissza Stuttgart. Akkor jó, de akkor Strasbourg, oda mehetünk akkor. Akkor elfogadom. Jól van. Szevaszikra.
Ja, hát azt nem hiszem, hogy fogom használni, de jó. Jó van azért. Hát az ugye, fogom a rózsaszín szalagot, hát nem annyira... Bizok benne, hogy fogod használni. Nem annyira, de hát most ez van, most mindenki, mint a birkák, mindenki ezt csinálja, mi is ezt csináljuk. Neki, ő hozzá például látjátok, jobban élik ez a... Fú, jaj, Jézusom, hogy ment. Hogy oldalazott. Na szóval ő hozzá jobban élik ez a rózsaszín. Te el is indultál? Jó, te már ott vagy, jól van. Hogy Émike, hogy neked mentem, ne haragudj! Ami baj, majd elrendezed a katával. Jaj, igen, nekem kell elrendezni katával. Birkóznom kell vele? Igen. De jó. Jaj, neki fogom húzni a sárgát. Én nem örülnék annyira neki. Igen? Három sodról fával fog hát, menni. Hát, várjál, azt tudom én, hogy amikor meghozzák a fát nektek, a tűzi fát, akkor tudom, hogy te mindig kihúzod magad a munka előtt, mert inkább elmész dolgozni, és Kata szokta behordani, tehát tudom én, hogy vannak ott izmok Katánál, úgyhogy ezt nagyon jól tudom. Ez mekkora kamusz. Ez nem kamusz. Na, ennek örülök, Petra. Most mit csináljak vele, ha a hétvégén azt mondják, hogy be kell mennem és berendelőt kapok? Mi van a nem tudok én semmit csinálni. Fülkét megmutatom már, hogy mi van benne. Hát, kis barátságos kiskutyám itt van velem. Megkérdezzük már, hogy minden rendben van, kiskutyám? Nem. Vagy nem tudom, mi van? Minden rendben van? Nem, azt mondja, hogy rendben van. Jól van. És hát itt a kis enni-inni való, egy kis laptop. Hát nagyon sok minden nincs. Ennyi van. Meg hát ilyen kívülről kapott pár lámpát, dudát, egy kis ilyen kis füstös festést, aztán ennyi lett a kamionból. Én azt próbálgatom amúgy, hogy mennyire harap, tehát hogy igazából mennyire mehetsz, ha tudsz. Tehát azt próbálgatom, hogy mennyire tudom tartani például a Scaniával az iramot, mert ugyanis hát pont mondtam az előbb, hogy Andissal tegnap este így levittünk két fúvalt ebből, így próbaképpen, és ő ment a Volvo-jával, én meg mentem a DAF-ommal, akkor tegnap este még a DAF-ba ültem, és hát 200 kilométeren 10 kilométert rám vert, úgyhogy már nem is láttam, hogy hol van, tehát annyira legyorsult valahogy, nem tudom. Úgyhogy, de most például Imikével meg tudom tartani. Érdekes azért mondom. Azt tegyük hozzá, hogy a Volvo-nak az indulása a nulláról százra az marha. Az annyira megy ez a kamion. Hát jó, mikor, igen, de az, hogy a Volvo-nak meg a Scania-nak úgy nagyjából hasonlóképpen gyorsul, egyesek szerint egyik, másik szerint a másik gyorsul jobban, de mondjuk hasonlóképpen gyorsulnak, de hát nyilván a lóerő is hasonló, de ebbe 520 lóerő van csak ahhoz képest, hogy a Volvo-ba 740, tehát azért az nem mindegy. Nem 750? Vagy 750, tehát azért az úgy, na, és a DAF-ba sincs, abban is csak 500 körül van, vagy 5. Na, jössz? Jövök, itt vagyok, csak kanyarog az út. Én már megyek fölem az autópályára. Petra, írd már be légy szíves azt, hogy felkiáltójel points. És akkor kiderül, hogy mennyi időt szoktál itt tölteni nálunk. Köszönöm már Katalin. Szia Axel, kukkolj csak ide! Pillanat Katalin, nézem már. Egyébként csak megsugom, hogy ez a rózsaszín a jelképe, a merem van megütegedő nőkkel való szaladi. Igen? Jól tudom, most van a világnapja. Jaj, hát én tényleg hallottam tegnap este ezzel a merrel kapcsolatban, nem raktam össze a képet, hogy tényleg akkor ez ezzel van kapcsolatban. Értem én. Oké, anya, várnak hozzá. Értem, most már teljesen tiszta minden. Akkor
Annyi a képzeld el, nem tudom, hogy nézted-e. A Axel összetörött a kamionokat. Látta, hát itt nevetett a csetemen. Hát hogy ne látta volna? Itt nevetett. Majd lefordult a székről, úgy nevetett. Miért te láttad? De úgy, hogy poincs, nem jól írod, Petra. És hát nyilván ezt mindig el szoktam mondani, hogy hát a... Most a katon beírta róla. Na, én most jó irányba megyek? Hát csak, ja, ott mész előttem, jó. Tehát, hogy nyilván a legeslegelső lépcső az még mielőtt bármi is történne, az, hogy nyilván itt kell, hogy legyen nálunk. Ugye azért rendszeresen a live-okon. Tehát nyilván a moderátornak ez az egyik... Hát, hogy akar valaki moderátor lenni, hogyha nincs itt jelen. Ugyebár, tehát ez egy ilyen... Hát igen, nálunk is. Nálunk Strasbourgba, is hát most várjál már, vagy most megyünk Strasbourgba? Igen. Igen, Strasbourgba megyünk, így van. Én már össze vagyok kavarodva a sok várostól, de igen, Strasbourgba megyünk, és akkor ott találkozunk. A rádió be van kapcsolva. Jaja. Hát de nálam is. És mondom, hogy neked azt mutatta, hogy ki van kapcsolva. Ja, lehet, én nem is néztem meg nálam. De rádión el lehet ezek szerint engem érni. De ettől függetlenül nyilván Katalin meg be tud jönni majd. De vagy nagyon magad vársz? Nem, itt vagyok mögötted. Itt vagyok nem messze, csak egy kicsit elbambultam itt. Ja, jó van akkor. Jó, de menjél nyugodtan, hát itt látótávolságban vagy még, nem vagy legyen. Nem vagyok. Nem vagyok nagyon lemaradva. Mondom, tankolok. Ja, jó van, jó. Hát, hogy melyik cég, László, azt én nem tudom, majd azt ott látjuk a fuvarnál, hogy is lesz, mert nem tudom, hát ahonnan viszik. Tehát ugye rámegyünk majd a külső fuvarokra, ha tudsz külső fuvarra menni. Ez a kérdés. Tehát ezt majd az adja, hogy hol adják, ugye rámegyünk a külső fuvarokra, és akkor ott lehet látni, hogy melyiknél van ilyen 200-200 egy néhány kilométeres fuvar, és ez a fajta. Na, miért tudál? Hát, hogy velünk van itt valaki. Na, de ez ami orosz lehet. Azért letol engem is az útról, nézzétek meg, hogy letol, tehát ennyi esze van. Hát akkor, ha úton érünk fél. Ó, és még lagolnak, és ó, ez csúnya nagy balesetnek leszünk kisgazdái mindjárt. Ez nagyon lagol a mögöttem levő. Az én tolom neki. Engedem el a gáz. Igen, csak engem szendvicsbe vágtak itt az Autobot nevű emberke. Megállja? Á, nem kell. Csak most én például nem tudom nyomni a gázt. Ez is egy orosz. Jól van. Gyönyörű kamionatok van, inkább lemaradok kicsit, mert úgy lagoltak, hogy nagyon. Náluk még internyet van. Az orosz internyet. Látom, jönnek. Jó, most már megyek, akkor én is már megelőztek. Csapjon mindenki egy lájkot, így van itt. Szevasz Dózi. Szevasz Tremmel. Hoppá, megelőztelek. Jó, mert... Szia Ákos. A szalagkorlátra. Pihenő. Ups. Pihenő. Gyerekek, a csávó az megfogta a belső szalagkorlátot és oldalmetette. Ákos, hogy ne dolgoznánk? Csak hát ez úgy van, hogy mindenki... Ez megénekelte Nagy Feró is, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ez olyan, mint ha megkérdeznéd, hogy ti soha nem alszottok, dehogy nem, mindenki szokott aludni, mindenki szokott dolgozni, mert valonnan van bevétel, tehát nyilván mindenki szokott, meg még pihenni is szokott, meg mindent szokott csinálni, de hát nem mindenki ugyanakkor. Van, aki reggel fürdik, van, aki este fürdik, van, aki így meg, tehát ez nem mindenki ugyanakkor csinálja, de hát attól még mindenki szokott ilyet csinálni.
Kata, van, aki éjszakára megy, van, aki így vagy, úgy oldja meg, tessék. Mi? Tessék. Mondom, Kata kérdett valamit. Ja, ugye nézem. Délután megcsináljuk, amit megbeszéltünk. Persze, én tőlem bármikor. Szava Pityi, szia Maja. Hallod, aki... Ali engem most műtöttek. Ó, szegény. Az nem jó. Aki tégedet szendvicsbe vágott, annak elmondom neked, hogy 4-20-on, nem 40. Az egyiknek 46-os pingje van, a másiknak 150. Lezen mondom, hogy az egyik az nagyon lagolt. Na, közben olvasok nektek 1340-es töri fejtágítót, ez már viszont biztos, hogy most érkezett. Lehet, hogy az előző is, de az nekem rémlet, mint hogyha az már múltkor, de most viszont 1340 az tuti nem volt eddig. Úgyhogy ezt elolvasom nektek. A Sluisi csata az angol és a francia tengeri flotta között, ugye megkezdődött a múltkor, olvastam fel azt, hogy megkezdődött köztük a 100 éves háború, ugye, és akkor angol és francia tengeri flotta között, a csatában a francia flotta majdnem teljesen megsemmisült. Az szép. Lemegyünk jobbra. Mire érted, anya, hogy miért? Ezt nem értem. Rivertba tűnts majd velem beszélni. Ez neked szól, abszolút. Köszi Zsolti. Itt várja, megyünk le jobbra megint. Igen, és ma ott is vagyunk a telephelyen. Megyünk balra. Anya sírjás hozottam le, mert Ági nem szeretném mással megelőzni. Na, jó van, örülök neki. Ó, és most látod Iti, hogy Szegény Dani átment a Twitch-re, és már most nem találkozik ezekkel a trollokkal. Nézd meg, hogy hány dislike-on van. És már most ő már nem találkozik velük. Ó, szegény Dani. Na, átszatoljad neki már. Itt vagyok már, nem megyünk sehova. Betolnak a telephelyre. Nyugi, nem megyünk sehova. Itt vagyok. Igen, ő már velünk jött. Jó, én ilyen gyorsítottat nyomok megint, jó? Jó, oké. Jó. Jó, egy nagyon picit arrébb állok, vagy nem tudom, hogy hol állok. Ja, itt állok, jó. Majd gyerekek, én nagyon örülök, mert ahány dislike, az annyi megtekintés rájött, mert annyiszor rákattintottatok. Úgyhogy én nagyon örülök neki. Én nagyon örülök. Hát nem tudom, hát ilyen trollok. Azt hiszi, hogy ő is ráér, ő live-ot néz, érted? Tehát ő live-ot néz, akkor én is kérdezhetném, hogy ő hogy ér rá live-ot nézni, ő meg azt kérdezi, hogy én miért érek rá live-olni. Tehát ő meg miért ér rá live-ot nézni, érted? Tehát ez ilyen kis agyibogyi. Na, akkor nézzünk egy fuvart, hogyha már itt Torino vagyunk. Várjál, nem, én még most nem látom. Bern, én Bernt látom. Bern. Az nekem is van. Na, elfogadjuk. Pillanat, már olvasom, hogy... Ja, szia, Wolf Channel. Hát, mert a trollok, hogy én miért érek rá délelőtt live-olni, hogy soha nem dolgozok, ez szokott lenni a kérdés, és akkor ez a dislike, mert most nekik vannak ilyen kamu fiókjaik, aztán ezt nyomják, ne foglalkozzatok vele. Unatkozó gyerekek, így van, Katalin is leírja. Pillanat, már én elfogadom a Bernt, hogyha mindenkinek jó a Bern. Akkor elfogadtam. Én is elfogadom, csak elolvasom már, hogy tudok megadásra arra, hogy a World of Talk, azt hívják, hogy az RTS-kör csatlakoztatva már egy másik accounthoz. Hát igen, de az a baj, hogy azt tényleg hozzákapcsolod, és onnantól az már ahhoz van kapcsolva. Én azt hiszem, hogy nem lehet lekapcsolni róla. Tehát az a baj, hogy szerintem azzal így nem biztos, hogy tudsz valamit csinálni, szerintem. Jó, átszal én megyek a fuvaromért.
Ja, így van. Azért mondtam IT, hogy Dani szegény, Dani megszabadult ezektől a Twitch-en. Lehet, hogy nincsenek ott a Twitch-en, vagy mit tudom én, hogy hogy van ez. Úgyhogy ez, ez van. Ja, Axel, annyit tudsz adni, hogy kéne keresnem egy szervizt. Ja, hát biztos van itt. Mert ugye összetörted a kamionomat. Én? Te törted össze. Amíg én rám fogja, nem is tudom, kikocsázott az úton. Megvan, megyek a szervizbe, mindjárt jöttek pár hát változó. Így van, egyébként, de hát ezt nem fogják fel, hogy akinek nem tetszik, nem kéne nézni, azt ennyi. Én igen, is ezt mondom. Ebből él, hogy YouTube-ból. Én ebből élek? Jaj, ne, ne mondjál ilyet. Na, ő ott hol van, minden nap játszik, kapja a nagy pénzeket, érte. Azt ja, ott is volt róla. Jaj. Dani visszasírja majd őket, hát az is lehet. Nem fogja. Ja, így van, hozzá egy csomó lájkot, ez az. Nézzük a lájk versenyt. Ha ingyen dobok én is, Axel csak. Látok már, én el rossz helyen kanyarodtam az előbb, vagy nem, ide kell jöjjek. Ide kell szerintem jöjjek. Most úgy élő live-ok bemondanám, eladom a kamionunkat. Gyanya mit mondaná, de szerintem hazajönne szétverni a fejlőt. Hoppá. Később a YouTube leszedi majd, mert elnőrzés alatt. Ja, hát jó. Nem foglalkozunk vele. Volt már máskor is, hogy volt, mit tudom én, 8 dislike, aztán vége lett a live-nek, utána nulla lett. Tehát, hogy nem foglalkozok én egyedikkel. Ettől nekem nem lesz se több, semmi, se kevesebb attól, hogy valaki rányomja a dislike-ot. Ez alapvetően semmit nem jelent. De akkor menjen máshova, azt ott tudom. De ez semmit nem jelent, tehát, hogyha ez ettől én nekem tegyük fel valami jövedelembe, vagy akármibe is nekem bármi negatívum, de semmi, tehát ez nem, ez csak, na, ja, húrhozom, ja, jól van, csak kettő van egymáson, jól van. Hát az enyém van ott, csak mondom. Igen, csak elindultam, és úgy nézve ki, mint hogy ott maradt volna a pót, de nem. Mivel, maradt. Hogy anya, elmondom, utoljára Axel bekacsázott előttem, és összetörtem a kamerát. Jó, ne foglalkozz vele, hát ez olyan, mint a versenybaleset a Forma 1-be, tehát ez előfordul, ez benne van. Szia, Axel! Ez versenybaleset. Szóljál, hogyha felvetted, megnézem addig a lócokat, jó, 1340 volt még itt az utolsó, ami jött. Nem azért, hanem amit megígértél, és már elmúlt 11 óra, na itt. még... egyébként a megígérésem lehet, hogy... az fél 12-ről volt szó, anya. És megígértem, és meg is fogom csinálni nyugodt. Igen, szerintem a fehér kamionnal is szerintem velünk van valaki, mert itt áll mögöttünk, csak nem tudom, miért vette fel a fuvart, mert felvette volna ő is ezt a fuvart. Nem tudom. Igen, Kohu, ő viszont szokott velünk jönni, így van. Na, Axel. És mehetsz előre, hogyha akkor Imike Kata mehetsz elől, akkor legalább nem mondod, hogy kacsázok és belém jöttél emiatt. Jó, gondoltam, csak nem tudom, miért nem vetted fel a fuvart. Laci, azt az egyet nem értettem. Oké, köszi ti, hogy figyelsz. Énekeljek neked? Mi Axel, énekeljek neked? Nem értem. Mondom, énekeljek neked? Hát... nem is tudom, lehet, hogy 18-as karikát mindjárt keresek itt neten, aztán... hát azt így nem tudom nekik mondani. Hát attól függ, hogyha Fekete Pálkótól énekel az Adide a Didit, akkor keresek egy fekete, akkor keresek egy 18-as karikát. Nem ér, hát az nem. És mit ígértél Katának 11-re, mert amúgy 11-20 van. Hát ezt leviszik, azt megcsinálom. Meg kéne borotválkozni, de már egy... Ja, nem szereti, hogyha ilyen hanyagborosta van rajtad?
Van amelyik lány szerint. Ez már nem hanyat. Ja, ez már ennél több. Ez már nagyon nagy. És olyan... Copyrightos lesz, jó. Ja, várjék, kitettem volna 18-as, jaj. Hát én azért próbálom azért tartani. Ajaj, ezt megnézzük. Megnézzük, mit művelt. Szerencséd van, nézd meg, Kata, csak neki ment. Azt hittem már beleláttam, hogy felborult. Ezt nem tudom, kire fogta, szerintem a szallagkorlátra fogná, hogyha tudná, de nem tudja. Biztos a szallagkorlát a hibás. Ember, felborult. Hogy vagy én vagyok mindenére amúgy a hibás, de mindegy. Axel, fölborultam, na hát köszi a lájkokat azért, viszont megtoltátok. Köszi Vazovszkinak, meg főképpen. Abban már bele lehet bújni, fúj! Az, ja, hogy az már akkora, hű! Új, bocsánat! A harmadik milliónosok, ez most olyan volt, mint a Axelra. Nem szok semmit sem, mert tegnap engem löktek ki az útról, jaja. Hát igen, hát ugye, ha én ott lettem volna, akkor Imika biztos rám fogja. Egyértelmű. Igen, tehát egyértelmű, mert ha nem vagyok ott, akkor is rám fogják, hogy én vagyok a hibás. Amúgy a Seven Days Judája mi van? Mert ott volt, hogy elkezdtél szem játszani, csak aztán nem jöttél fel többet. Tudom, ha volt olyan is, hogy nem fértél be, mert akkor tényleg volt ilyen, hát nagy fellángolás, minden, akkor tele volt a szeró, de attól függetlenül most beférsz, mert mindig van egy hely, tehát most nyugodtan tudnál jönni. Fut a Seven Days, nagyon kevés grafikában nagyon jó futókat, ebben nette legalábbis nem szaggatok. Ha játszok, mert folyamatosan próbálgatom, anyának nem tetszik, ő visszamegy a kutyámatra. Úgyhogy folyamatosan játszok vele, csak amikor én ráérek, akkor ti nem vagytok fel. Ja. Ugye, ahogy most, hogy elköltöztünk Cseténbe, nekem most izét kellett vártanom, szokott kellett vártanom. Megint délutános vagyok. Aztán ez miatt kellett. Ja. És amúgy te most, hogy elköltöztetek, most milyen messzire jársz dolgozni? Hát egy olyan 15 kilométerre vagyok messzebb, mint a meccsére járnak. Hát, ezt mondjuk, még nem a világ, ez még nem olyan borzasztó. Hát ugyan, egyébként elmondom neked, hogy előbb itthó vagyok, én nem tudom, hogy csinálja ez a buszsofőr, mint a meccsére járnak. A meccsére 10.45-kor szálltam ki a buszból, itt meg 10.45-kor már itt voltam fent a rakásban. Köszi Vazovszki még egyszer. Na, ezt szórakozom. Hoppá! Hopp, és most nézzük, igen, hogy a Axel... Nem, Katalinit, Vazovszki, szerintem majd akkor jöhetsz hozzám is. Ez igen. Hát aki nincs feliratkozva Katalinra, az természetesen tegye meg, de hát szerintem nincs olyan, aki ne ismerné Katalin. Én azt hiszem, rajtad keresztül ismertem meg Katalin. Na, hát akkor lehet, hogy még... Hát érdekes egyébként ez a dolog, hogy én is mondom, hogy nincs, aki ne ismerni, de például én is érdekes módon, mit tudom, lecsút, hát... pedig hát 8000, mint tudom, valahány száz feliratkozója, és ezt csak azért mondom, hogy ezt a feliratkozó dolgot, mert azért nem most kezdte, tehát azért az ugye, na, el kell érni, tehát azért régóta streamer, meg jó srác, meg minden, de én is hát nem is tudom, hát nincs még egy éve szerintem, hogy én őt például így megismertem. Tehát érdekes, tehát van, hogy úgy az ember akárhogy is, úgy elkerüli valahogy, és nem, szóval azért mondom, hogy ez ilyen előfordulhat, úgyhogy aki esetleg mégis Katalint esetleg még nem ismeri. Nyugodtan menjetek, az jó, igen, meg át tud menni, feliratkozik rá, stb. Meg hát várjuk be a játékba, mondta Katalin, hogy talán lehet, hogy ráér és bejön, és akkor erre sarkallom. Axel, na itt van Lecsó, tessék, na itt van, emlegetett Lecsó. Ki a Lecsó? Ki az a Lecsó, hallottam már róla, de nem ugrik be, jaj. Ja,
gyerekek, így, hogy... Zsolt is mondja, hogy feliratkozott. Nem mondok ilyet direkt, nem. Nem mondok ilyet, Lecsó. Na mi van? Induljál már. Mert hát ugye Lecsót is, aki esetleg nem ismeri, már mondom, hát én is nem tudom, tehát van, hogy az ember nem ismeri meg egyből, vagy csak később, vagy valami, de hát ugye Lecsó is nagyon sokat szokott RTS-ezni. Hát nyilván, aki itt van néző, azok is valószínűleg szeretik az RTS-t, és azért vannak itt. Úgyhogy aki esetleg szereti, tényleg, és nem ismeri, és Lecsót, Katalin is nagyon sokat szokott RTS-ezni, azok tényleg kattanjanak rá, mert... Hogy mondod? Mit szoktunk beírni, amikor olyan van? Ja, Perfix, azt mondod? Ja. Y és Perfix. Tudom, be kell írnom, mert ez... Nem bírok úgy menni egy kilométer. Lópikulat sem tudja ki az. Ja. Mit csinálsz? Szóval nézői, bárcsak, nekem is ilyen nézőtávon. Hát ez a nézőtávol is egy olyan, hogy ez is változik folyamatosan, érdekes módon. Hát vannak törzsek, de azért nagyon sok minden változik. Nagyon sokan átmentek Twitch-re például, már a streamerek közül is. És hát a nézők is ezáltal nagyon sokan átmentek Twitch-re. Kanyarodunk jobbra. Tudom. Úgyhogy én is már azon gondolkozom, hogy hát ha nem is megyek úgy át direktbe, úgy egyből, de valószínűleg én is majd rá fogom nyomni, hogy egyszerre mind a két helyre menjen ki így a live, aztán aki ott akarja nézni, ott nézi. De mondanak olyanokat, hogy ott más a minősége. Nem tudom, mert majd lehet, hogy én is átnyomom, hogy ide is menjen, meg oda is az adás, aztán majd látjuk. Aha, itt nem működik. Hát nem tudom, nem lustaság ez szerintem Lecsótól egyébként, hanem más valószínűleg. De hát az a baj egyébként, hogy ebben mindannyian belecsúszunk. Szevasz, Jeremi! De nagyon sokan belecsúszunk ebbe a dologba sajnos, hogyha az ember kihagy egy napot, egy hetet, egy hónapot, akkor utána ez olyan, mint egy vizsgára felkészülés az iskolába, hogy utána kiesik a ritmusból, és utána piszok nehéz újrakezdeni. Tehát amikor az olyan, mint egy tanulást, és de amikor, hogy jaj, majd holnap elkezdek tanulni, jaj, majd, és akkor, ja, majd, most nincs kedvem. És tényleg én is éreztem már ilyet nagyon sokszor életemben, de ugyanúgy a streameléssel kapcsolatban is, hogyha az ember kihagy egy kis időt, akkor utána sokkal nehezebb elkezdeni újra. De utána, amikor az ember elkezdi, akkor meg így elkapja a gépszíj, akkor meg megy. Tehát de a tanulással is így van, meg mindennel, hogyha valami olyan van, akkor... Úgyhogy lehet, hogy Lecsónál is csak egy ilyen dolog van, hogy így... Mert ettől függetlenül hát játszik ő rendesen, rendszeresen, csak annyi, hogy meg kéne nyomni azt a gombot. Tehát igazából ennyi múlik alapvetően, én szerintem. Na, már mindjárt itt vagyunk. Tudom, itt vagyok, hogy értetek. Látótávolságban vagyok. Ja, billentyűvel, igen. Igen, billentyűvel. Hát nem is tudom, nem, sokat gondolkoztam, hogy kell nekem kormány, illetve volt nekem régen kormány, azt nekiadtam valakinek, azt valamiért nem szerettem autós játékokat kormánnyal játszani, aztán most elkezdtem eltérsőzni, akkor meg most jó lett volna, hogyha az lett volna az a kormány, de azt mondom, már leajándékoztam, akkor most nincs, akkor szóval egy kicsit ilyen, de hát most 100 000-et kiadni egy kormányért, az most megint, és akkor lehet, hogy nem is tetszene kormánnyal vezetni megint, szóval nem tudom, ezzel nagyon vacilálok ezzel, és nem tudom eldönteni, hogy mi legyen. Egyelőre nincs, meg most ilyen pillanatban nem is tervezek kormányt. Milyen neked, mi? De valószínűleg oda kellett volna, csak én a kereszteződést elnéztem, és ez már nem az, úgyhogy visszafordulok innen, de oda kellett volna biztos. Na, hát szóval búcsúszkodok tőletek, okay. Megcsinálok, hogy elugrok a szervizben, javítom a kamionárokat, amelyet az infarktus kap.
és akkor legközelebb, ha lesz egy kompjúterem. Aztán akkor lehet, hogy megpróbálom azt, hogy én is lájúlni fogom, és akkor mit tudom. Jó van. Mert most per pillanat nem mondtad, hogy laggódtam volna, vagy szaggattam volna. Úgyhogy... További jó utat kívánok. Na, köszi szépen, hogy itt voltál, köszi, hogy tekergettük veled együtt a kormányt, aztán majd legközelebb akkor jössz meg itt. Igen. Na, szia, Imike. Igen, hát ezt Jeremynek, Jeremy, nem tudom, hogy olyan angolosan mondjam, ugye benne volt egy szó, és azért írtotta lesz a maga, Bess. Nincs kedved jönni, Gavesz, nem, vagy nem érsz rá? Nézzük már, hogy hol is tartok, mert már elviselszettem fonalat. Na, hatodik megvan, akkor fele már megvan ennek a valaminek. Katalin esetleg. Menjek aztán majd, ha akartok, majd jöttök. Akkor megyek, de hogyha szeretnétek tényleg jönni, akkor szóljatok, aztán... Aztán... Közben nézem a fuvart. Mert hát én szerintem Dijon... Ja, Dijon, az nem tudom, az lehet, hogy DLC lenne a Dijon. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy tud-e jönni velem... Vagyunk csak Mannheim. Mannheim csak az meg sokkal messzebb van, mint Dijon. Nem tudom, hogy Dijonba tud-e jönni a László, aki itt jön velem kamionnal. Ja, most nem tud jönni Gabesz. Hát figyelj, Vazovszki, hát hogyha van kedved, akkor bejöhetsz, beszélgethetünk Discordon. Azt kérdezem már Lászlótól, hogy tud-e Dijonba jönni, mert nem tudom, ez már viszont DLC-s terület. És nem tudom, hogy oda tud-e jönni. Ja, tud. Na, akkor viszont menjünk Dijonba, jó? Oké. Akkor menjünk Dijon! Csak mondom, majd óvatosan kell, mert lehet, hogy bemegyünk Franciaországba, mert... Na jó, hát majd látjuk. Nem is azért, mert én bemehetek, csak hogy esetleg aki megjönni akar velem, az esetleg nem fog tudni, hogyha a DLC-s területre megyek. Hát remélem, hogy László is felvette már most a fuvart. Én bírja sokáig. Azt néztem, hogy vagyunk itt. Jó, hát még bírja. Tesztelgetem ezt az új kamiont, és nézegetem így, hogy tényleg mikor kell, de nem kell még tankoljak, úgyhogy még bírja. Nem, nincsenek most úgy nincs olyan nagyon rossz érzésem ezzel a Renault-val, mint ami mondjuk a régi Renault-val, azzal teszteltem azokat is, de azokkal azért úgy azért annyira nem, de ezzel úgy nincs olyan nagyon rossz érzésem egyelőre. Hát úgy pofára se néz ki rosszul, meg igazából most úgy teljesítményre se rossz. Tehát tudtam lépést tartani a Scaniával, szóval nem tudom, nem? Laci nem vett fel fuvart. Ezek szerint. Várj, kicsit kérek, mert még nem. Most bemegyek csak. A Renault hangja nem az igazi, régi Volvo hangja van, de majd megnézem a fájlokat, zárt bétában az volt a Volvo hangja, ja. Hát de szerintem ez az új. Dózi mondja, mustárt kérek, hozok. Én nem szeretem a Dijoni mustárt, mert azért nem tudom, ez ilyen érdekes. Szia, Fischer Zsolti! Én nem nagyon szeretem valamire a Dijoni mustárt. Ja, nézem közben, még egy töri fejtelkező, 1341-ben tartunk, 5. Ioannis bizánci császár trónra lépése, a Breton örökösödési háború kezdete. Tehát ugye visszatérve még az előző dologra, mert akkor még megvárjuk, hogy Laci mit csinál. Na
süti is megvolt, jöhet egy jó brazil fekete. Na, szupi. Mindjárt mondok ez a fekete kávéval kapcsolatban valamit. Csak elolvasom, 36. Ja, igen, 1337-ben volt a 100 éves háború kezdete Anglia és Franciaország között. És ez volt 1337-ben. Aztán... 37-ben. És akkor ezt pont itt nem látom. Igen, és 1340-ben, tehát 3 évvel később volt ez a Sliusi csata az angol és a francia tengeri flotta között. A csatában a francia flotta majdnem teljesen megsemmisül. Ups. Ups. Jó, hát ez így járnak. Ugye ezt már Jézus is megmondta, hogy aki kardot ránt, az kardálta a vészel. Tehát ezek a nagy igazságok. Úgyhogy ez van. Na, és akkor annyit akarok a kávéval, képzeljétek, a tesó még voltak most kint Kolumbiába. Nem tudom, Laci majd szóljon, hogyha már készen vagyunk és mehetünk. És voltak kint Kolumbiába, és hoztak kinti kolumbiai kávét. És hát nem kóstoltam még, meg még mindig Origi-be van csomagolva, de viszont őket meg annyira átnézték a reptereken kutyák, meg minden, mert hogy tényleg kávé van abban a csomagban? Netán valami más? Hú, kemény. De ez most csak a kávéra jutott eszembe. Mehetünk? Jó. Nincsen olyanod? Nem mond már. Akkor csak így megyünk. Jó, hát én nem várom meg, nincs itt senki. Nincs itt semmi látnivaló, nincs itt senki. Pedig ez a Szeru 1-es, alig vannak fent. Nem tudom, mit csinálnak ilyenkor az emberek, dolgoznak. Lecsó, te mit csinálsz? Dolgozol? Ja, tesódék, hoztak amit kértem. Oké, hát igen, kifizetted, de hát majd eljut valahogy hozzád. Aja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 j
Béna voltam. Igen, és 238 kilométer, hát ilyeneket szeretnék így levinni, dolgozom, hát tudom én. Itt van például Gabesz, figyelj, vannak azért fokozatok lecsóha azért munkahelyek között, munkahely és munkahely között, mert te dolgozol, és közben live-ot tudsz hát félszemmel nézni, és főleg hallgatni, hát ti mit csináltok itt. Viszont itt van Gabesz, aki viszont olyan munkahelye van, hogy ő még játszani is tud közben. Tehát reggeltől estig. Tehát azért vannak fokozatok, és kapja a fizetést. Érted? Nem jön semmi, úgyhogy szerintem. Nem tudom, nincs itt egyes szeró pedig tényleg, de volt egy frissítés, ahogy éppen elkezdtük a streamet, még akkor be tudtunk lépni, és utána kidobott offline-ba mindannyiunkat, nem értettük, hogy miért, és kiléptünk, lépnénk vissza, frissítés jött, és nézem utána, ilyen letöltötte pikpak, és utána az egyes szerón is, hát alig voltak pár ember, hát ugye mindenkit kidobott. Akkor, és hát lehet, hogy azóta se sokan jöttek, nem tudom, olyan kevesen vannak szerintem. Lehet, hogy délelőtt van még. Na, bent vagyok, várjál. Ezkor a csoportban, oké. Hát úgy lehetne, hogy bemész egy olyan beszédszobába, Vazovszki, amibe be tudsz menni. Egy olyanba menj be, amibe be tudsz menni. Hú, de éles kanyar. És akkor majd mindjárt onnan behúzlak, egy egyenest kinézünk magunknak. Jézus Istenem, majd elképzeltem, hogy két saláta készítés közben játszom. Ja. Jó, hát ez nem olyan munka. El kell mennie biztonsági őrnek például. Pillanatnyian nézek tényleg egy egyenest, és akkor... Pillanat. Itt egy Vazovszki ide. És bent van. Igaz? Bent vagy bent? Jó. Bent vagyok. Na, hello! Na, mi újság? Drága barátom! Hú, várjál, te nekem egy kicsit halk vagy. Mindjárt megállok valahol, és akkor hangosítok rajtad. Ha te nem tudsz magadon. Egy nagyon picit itt félreállunk akkor. Szólok itt a mögöttem jövőnek is.
Nagyon picit próbálok rajtad hangosítani. Egy pillanat, és... Jól keresem már, Wazowski kollega. Na jó, oké. Most beszéljél egy kicsit. Halló? Halló? Na hát még kell adjak rád? Hát már majdnem 200%-on vagy. Na jó. Na, mi a helyzet? Tanulsz is, dolgozol is, azt mondtad. Te hány éves vagy, hogy így, hogy tanulsz is, meg dolgozol? Ez hogy van? Mert olyan fiatalos a hangod is még. 16. És 16 évesen miért kell dolgozni? Hát még mindig nagyon halk vagy. Te nem tudsz hangosítani magadon egy kicsit? Remélem, vagy majd kicsit hangosabban is beszélsz, akkor már biztosan jó lesz. Na, szóval, hogy ez egy olyan suli, amiben dolgozni is kell? Igen. Hát mondjuk vannak olyanok, hát ugye Andris, akivel szoktunk együtt játszani, ő is villanyszerelőnek tanul például, és akkor van, amikor valamikor suli van, van, amikor meg gyakorlat. Hát gondolom, neked is ilyen gyakorlat. Nagyon halk vagy egyébként. Ez az a kamionnak a hangja egyszerűen elnyom, pedig... Te telefonról beszélsz amúgy, vagy gépen vagy? Igen, telefonról beszélsz. Ja, lehet, hogy akkor azon meg nem nagyon tudsz erősíteni akkor valószínűleg. Na és hát egyébként meg neked is van csatornád, tehát te hogy haladsz így a youtuberkedéssel? Számítógépen, meg semmilyen laptop. És próbálok most beszerezni a számítógép, és most hát egyszerűen telefonozok, ami a élőítéseket, meg a videó. Hát jó, az a telefonozás is, hogyha meg tudod oldani. Vannak, akik azzal tolják, tehát az is egy érdekes dolog. A haverok is mondják, hogy YouTube-od meg, hogy ne vegyek laptopot, mert az rossz, nem éri meg. Hát, ez igen, nézett kérdése, mert vannak, akik nekem is ismerőseim közül vettek úgynevezett gamer laptopot, ami, mit tudom, megvette 250 ezerért, meg 300 ezerért, mondjuk vesz egy gamer laptopot. Van benne mondjuk egy 1050 Ti-os videokártya, egy vagy i5-ös, vagy i7-es proci, vagy mit tudom én, és istenítik, hogy milyen jó, hogy minden játékot, ó, milyen gyorsan betölt a gép magát, a játékokat. Tehát van, aki ezt mondja, de van, akik meg azt mondják, hogy jaj, ne vegyél gamer laptopot, mert hogy ezért. Tehát, hogy hát ez érdekes. Hát állítólag nem tudnak annyi teljesítményre, mint hogyha ugyanolyat veszel mondjuk asztali gépbe, de hát hogyha vannak, akiknek a hely is fontos, meg hogy mobil legyen, tehát hurcolni lehessen könnyedén, akkor azoknak csak az van, hogy laptopot vesznek. Úgyhogy hát... Hát én most egy Asus laptopon gondolkodtam, gamer laptop, és abban 1080 Ti-ban benne, uh-huh. Hát de az mennyibe kerül? Hát az egy ilyen 400. Igen, mert azért az már oda vág neki. Én csak azért mondtam, hogy ilyen 250-300 körül is ott vannak a kezdő, ilyen belépő szintű gamer laptopok, de már azokat is nekem így ismerőseim, akinek olyan van, olyat akart venni, azokat is istenítik, hogy az milyen jó. Tehát, úgyhogy az meg már gondolom, hogy 400-ért, csak hát ezeket össze kéne számolni igazából, mert most azért már 400 felett már azért asztali gépbe is én szerintem össze lehetne hozni egy most ugye vannak a Ryzen, nekem Ryzen 7-esen van, de már Ryzen 9-es procival össze lehetne hozni egy gépet valószínűleg. De hát ezeket ki kéne számolgatni, hogy mi meg, hogy... Szia, Anita! Hey!
Igen, csak hát az a baj, ugye ezek nem olyan orvogók. Hát régen más volt nyilván. Azért veszem ilyenkor le a gázpedálra az ujjamat, mert akkor talán jobban hallatszik Lazovszky, amikor beszél. Én nyomom a gázt, akkor ilyen morgó hangja van a kamionnak. Most ugye gondolkodtam ugye a laptopon, amit mondtam, és most ugye csináljuk a házat, ugye folytassuk. És ugye úgy volt megbeszélve anyukám, ahogy majd ház után, ugye milyen is kész lett szobám, vagy számítógépet kapok, vagy laptopot. Ja. Hát jól van az akkor. Jó lenne valami gépes játékkal is játszani. Ó, hát persze, hát jó, hogy... És amúgy te Magyarországon laksz? Igen, Magyarországon. Mert nem akarok már így hogy bizalmaskodni, mert nem biztos, hogy elmondod, hogy melyik városba, csak hogy... Hát ugye vannak itt, akik felvidékről, ugye Szlovákia, vagy hát különféle helyek, meg akár ugye vissza lehet nézni a videónak is a statisztikáját, hogy Németországból mennyien néznek, meg Romániából, meg Szlovákia, meg Szerbia, meg stb. Csak ugye vannak azért nem kevesen, akik azért onnan, ezért kérdeztem, hogy akkor te itt laksz. Pest megyében lakom. Ja, aha. Egy ilyen kis faluban. Aha, hát ez jó van, ez. Az a jó a falusi élet. Azt a baj, volt, hogy már, hogy egyszer elközlik, vagy ott nagy a tumult volt. Nagy a tömeg. Jönnek szembe, most óvatosabban kell. Ja, igen, itt jön valaki. Ő is viszi a rúzsaszín szallagot. Na, közben 1003. 41-et ugye felolvastam, és majd egy egyenest kerítünk, mert ugye lesz egy egyenes, és akkor minden igaz. Azt hiszem, igen. És akkor megnézzük már ezt a 1342. töri fejtágítót. Első, ja nem, onnan nem itt kezdődik a mondat. Károly Róbert halála után fia, pillanat már fia, első Lajos követi a magyar királyi trónon, aki 1382-ig uralkodik. Hát ez alapvetően tényleg az nem is kevés, mert azért vannak sokkal hamarabb, 1-2-3 év után általában kiikszálnak valakit. Ugye ahogy így olvasgatjuk így, hogy ki mennyi ideig uralkodik, megmérgezik, stb. Nem tudom, elhaláloznak így a királyok, uralkodók, de akkor ő durván 40 évig. Ezt most nem tudom már, Dijonba. Dijon, de már itt vagyunk, 17 km, itt vagyunk már közel. Hát aztán még Dijonból meg nem tudom, hát végülis ami legrövidebb fuvarokat, azokat nézem, hogy haladjon már, ugye ez a 7. fuvar, és hát 12-ig kell eljutni, hát még hát délig már nem csináljuk meg, de hát hogyha ti is ráértek, akkor még egy óra szerintem, és akkor szerintem az alatt, mert körülbelül egy olyan 10 perc alatt leviszünk egy ilyen fuvart, hát akkor durván számolva. 10 perc alatt viszünk le? Nem biztos, hogy 10 perc alatt viszünk le. Nem, 200 perc, több, akkor negyed óra egy. Akkor lehet, hogy nem lesz. Na, nem tudom, majd látjuk, hogy meddig lesz itt kedvünk. Utána néztem telefonon, hogy letölteni azt a 7 Days to Die-t, amit is nyomtok a számítógépen, de abból csak az, nem a rendes játékot töltött le, hanem valami után gyártott valami. Hát úgy lehet, hogy nyilván le lehet tölteni, csak azzal nem tudsz így szervereken játszani, mert az ilyen tört változattal ott nem tudsz. Csak ami eredeti, tehát, de le lehet tölteni amúgy, hát persze mindent le lehet tölteni, az is le lehet, csak tehát single playerbe tudsz vele játszani, hogyha például egy ilyen letöltöttet csinálsz, viszont így szervereken nem tudsz. Na, csak hogy még egyszer elmondjam, aki véletlenül nem tudja, mi is a mostani event lényeg, a rúzsaszín szallag jelképe a Merákban megbetegedő nőkkel való szolidaritásának, és most van a világnapja. Na, így van, Katalin. Ez az.
Na és akkor közben megyünk tovább. Hát itt mutatja már ugye 12-ből 7-et, ez volt a 7-dik, amit megcsináltunk. Hát akkor nem, egy 5-öt még valahogy össze kéne hozni. Hát ezt most vagy most összetudjuk, jó lenne. Csak hát ugye egy-egy kör, az durván ezek a legrövidebb fuvarok is ilyen 200, ja, metz. Metz, ez a metz a legközelebbi. Nem tudom, meg Lászlót kérdezem, aki itt jött velem, hogy ő talál-e metzbe fuvart, meg aki esetleg még nemrég érkezett, az látja, hogy voltak itt nálunk trollok, és dobták a diszlájkot. Úgyhogy toljátok meg a lájkokat, meg a, igen, lájkokat, meg ti, szerencsére, aranyosak vagytok, küldtétek. Akkor ezt a metszet nézzük meg, jó? És aki tud, az tud jönni. Van két ilyen metszes fuval is. Ez pedig kívül kell. Én telefonat tudtam nyomni az RT-et. Meg hát Lacinak is mondom, meg másoknak is, aki szeretne máskor is jönni kamionozni. A videóm alatt ott van a Steamnek a linkje, azt, és ugye ott bejelöl barátnak, akkor a zöldnek fogjuk látni egymást legközelebb itt a játékba, és könnyebb azonosítani, hogy kivel vagyunk összebarátkozva a Steamen. Én telefonálni az LTS-t. Na, hát nem tudom, hogy Lacival mi a helyzet. Nem tudom, hol van Laci. Tamás Tremmel van maláj. Nem tudom, mi van, 106... Ja, ott jön, de az nem olyan fuvar. Ja, nem tudom, miért nem ez ilyen fuvart nézi, Laci, nem ezt a rózsaszín szallagosokat. Pedig hát neki is kell, hogy legyen egész biztosan. Üzemanyag fogyasztás is nézem ennél a kamionnál, de még mindig bírja. Jó van, én örülök neki. Ugye ez az új Renault-t is itt tesztelgetem közben, hogy milyenek a menet teljesítményei. Hány kamionod van most eltérve? Jaj, nem is tudom neked megmondani. Olyan sok, hogy nem tudom megmondani. Mert annyit dolgoznak szegény munkások, hogy igazából anyagi gondom nincs a játékban, tehát már nagyon sok, tehát üres garázsok vannak, mert nem teszek bele kamiont sem, meg munkás sem, mert már nem. Úgyhogy. De azért, hogyha látok olyan garást, ami nincs megvéve, akkor megveszem, hogy... De az is inkább a gyors utazás miatt, hogy tudjak így menni, de amúgy különösebben nem. Most már csak az élvezetnek élünk. Én telefonok. Ja. Axel szinte ebből él. Ja, ebből, hát ebből nem nagyon. De biztos van, aki, hát vannak, akik meg tudnak ebből élni, de hát azoknak már, most nem akarok neveket említeni, de hát azért azoknak már szerintem egy ilyen 100 000 feliratkozó körül, vagy nem tudom, tehát ott ugye már ott kapnak olyan... Hoppá, ez hogy volt? Lehet, hogy belém jött, és sőt, valószínűleg belém jött. Gondolom én. Vagy csak nem tudom, hogy borult fel. Félreállok itt egy kicsit. Nem tudom, hogy borult fel. De van úgy, hogy egy pici koccanástól is. Van úgy, hogy egy pici koccanástól is így fel tud borulni valaki. Igen, lefeküdt aludni. Ja. Ja, te beléd mentek hátulról. Ó. Oh. Hát hova dobott vissza? Ide dobott vissza a városba? Mert ha ide, akkor itt, hát mit vagyok, a város mellett még, ha gondolod, akkor megvárlak. Nem arra mondom te, hanem hogy a játékba. Hát úgy, én is a játékba. Hát de most rájöttök, nem tudom, meg tudom itt nézni.
Vagy csak sofőrök. Ja, közben meg tudom nézni. Hát akkor itt be van ez számozva, figyeljetek. 219. Nem kell több. Annyi sofőröm van, nyilván annyi kamion is. Nem, a kamion az még lehet több is van, mert most is a DAF-ot, amiből most kiszálltam, az betettem egy garázsba, abban nem is tettem rá sofőrt. És az igazából nem is a sofőröket kéne, hanem vajátok a kamionok. A kamionok, az meg 222. Ja. Itt van például ez, de itt van, hogy nincs. Akkor itt van az előző, ez is egy, ezúttal a Scania-nak, ebbe sincs sofőr, tehát már nem is tettem bele sofőröket. Na, nem tudom. Ja, sietek. Jól van. Akkor nagyon lassan megyek, és akkor szerintem itt utolérsz. Csak ilyen nagyon-nagyon lassan, tatásan megyünk. Éppen, hogy ne álljak, mert akkor kidobnak esetleg. Jó, hát akkor addig egy kicsit ismerkedünk az új mintával. Hát ugye ezt egy nagyon picit alakítottam rajta, hát nem sok minden, csak egy kis csinosítgatás, a tetejére tettem, akkor ezeket a kis csövek, amik elő vannak, azt én tettem rá, azt nyilván a színezés is én tettem rá, az nem biztos, hogy például Laci látja ezt a színezést, nem tudom, szerint nem valószínű. Na, ott jön már az új fúvarra. De alapvetően nem sok minden változott rajta, hát meg ugye belülről beletettem egy-két dolgot ide, de alapvetően ilyen majdnem gyári állapotban van. Ezek vadállatok. Na, csak nem tán be akarsz jönni tremmel. Jó, hát most lehet, hogy délelőtt van. Na, hello, van Balájd? Hát van, hát a Katalinna nem tudom mikor fog. Azt hiányzik. Nézem, hogy olyan csöndbe volt a Wazowski, és lehet, hogy el kellett menni, hát ő most szerintem suliba van, meg még minden, tehát ő, ja. Ő szerintem valahogy így. Na. Van Balájd! Itt volt a Lattó is a cseten. Kicsoda? Lecsó. Hát ő itt van, meg a félfülle szerintem most is itt van, mert ő dolgozik közben, de azért így hallgatja. Ajne! Ne húzd be, azt mondja Gavesz nevetve, hogy ne húzd be, Tremmelt! És te egyébként, Tomikám, te most őszintén YouTube sztár vagy, de most őszintén, te egyszer is live voltál már valaha az életben? Hát, no, hát csak a live-on ott vagyok. Na de várjál már, de most... Oké, de nem is akarsz? Hát, mondta egy videós barátom, hogy live-ozza. Csak nem tudok, OBS nincs. Hát az ingyenes program, ne viccelj már, hát mi az, hogy nincs. Hát mindenki úgy kezdi, hogy nincs, aztán felrakja, aztán már van. Mert akkor mi mehetnénk, mert te hozzá trollkodni, Tomikám, hogy Tomi, van ma live, behúzol a Discordra, meg minden, akkor mi kezdenénk el trollkodni te nálad? Na, mit szólsz? Hát a Katalin segít, akkor fogok. Katalin segít? Hát bárki tud segíteni. Ja, itt vagyok, nem dolgozok, itthon vagyok, és kevesen valamilyen... Ja, a telefonról van, hogy kidobálja az embereket, az érdekes, másokkal is előfordult már, hogy a telefonos, aki telefonról van, de visszahúzlak, ha gondolod, csak... Jó, vissza vagyok, Szerintem. Itt a Tomit húzta. Ja, kit engedtem, vagy... Hát halljátok a hangját neki is. Hát ott vagyok a Robinál is, tudod, a Devinból, is ott vagyok. De hallott Katalin, hogy neked kell segítsél neki, mert akkor fog tudni ő is live-olni. Tehát ezt azért így aláhúzom háromszor ezt a mondatot, amit mondott Tremmel. Nem tudok segíteni, hülye vagyok hozzá. Én se tudod, soha életemben nem live-oltam még, én is hülye vagyok hozzá. Nem tudunk segíteni, Tomi, sajnálom. Nem tudunk segíteni, sajnáljuk, Tomi, jaj, ne haragudj. De amúgy most viccet félretéve, most van egy telefonod. És ha bírja, hát hogyha a normálisabb telefonod van.
simán, és ha tegyük fel gépet sincs, akkor telefonról is lehet live-olni. Vagy, lehet, hogy nem lehet, várján lehet, hogy nem lehet, mert az, azt hiszem ezer feliratkozó kell, hogy telefonról lehessen. De mondjuk Twitch-en azt hiszem meg lehet. Azt hiszem csak a YouTube-nál van ez a hülyeség. YouTube videó segít, na. Jó. Hát akkor lehetnél a Twitch sztár. És akkor már... Az is vagyok. Jaj, jaj. Jó, hát mindegy, apróságok ezek. Önnál is ott vagyok. Csak megnézem, hogy... Ja, jó van, jön. Csak kicsit lemaradt mögöttem. Nekem is, hogy beállítsanak mindent, azért dolgozok sokat, hogy kifizessem azt a sok embert. Hát Katalinnak is azért dolgozik, hogy a sok embert kifizesse, akik segítenek neki az OBS-t beállítani. Mám, Andris is lehet. Szerintem Lecsó ezért keres ilyen jól, mert szerintem Lecsó szokta csinálni. Hát a Lecsó az egy kanya is például, a paprikából csinálják, paradicsom, tudod? Paprikából. Hát de figyelj, van amikor itt van a cseten fasírt, itt van Lecsó, hát ez kész a vacsora, kész. Amúgy, ne, amúgy neked ez az igazi neved, hogy Tremmel? Ez a vezeték neved? Így van. Igen. Ja. Hol van a katapárja, akiben voltál, tudod, ez a Imre? Hát itt van most a cseten, itt a Sós Imikéné. Hoppá, hoppá, csak itt a csetet olvasom, nézzétek. Na tehát ugye a Sós Imikéné csak ugye nem régen, hát két hónapja vagy hogy volt körülbelül az esküvőjük, és hát azóta most teljes nevét írja ki, hogy Sós Imikéné. De ő a Kata egyébként, úgyhogy köszönjél neki szépen. Szia Kata! Sőt, amikor dolgozom, akkor is külön embert alkalmazok arra, hogy live-oljon helyette, ezt csak én tettem hozzá. Jól van, hát ezek így csinálják. De én szerintem én így megsugom neked, Tomi, szűk körbe vagyunk, hogy szerintem Katalin átvert téged. Tehát szerintem ő mindent tud, hát, csak nem akar segíteni. Én szerintem... Hát, ja. Na, és amúgy, ha mégis live-olnál, akkor... Ja, látnál is ott voltam. De most elvi kérdés, ilyen elméleti kérdést teszek fel. Ha mégis live-olnál, Tremmel, akkor te milyen jellegű live-ot csinálnál? Játék, vagy beszélgetős, vagy chat alternatív, vagy milyen jellegű, live-ot csinálnál, úgy szíved szerint? Melyik áll közel hozzád? Hoppá, honfoglaló. Okay, honfoglaló? Miniomos, tudod, a Vágó Istvános. Ja, igen. Bebaszós, az no, az a Molnár szokta csinálni. Hát igen, nekem az egyáltalán nem szimpatikus az a vonal. Hogyha ilyen bebaszós live-okat fogsz csinálni, Tomi, akkor ne arra úgy nem foglak nézni. De a többi esetben igen, de hogyha bebaszós live-ot csinálsz, ne haragudj, Tomi, de olyat nem fogok nézni, ezt előre mondtam. Hát... Hát a Katalin. De mondjuk neked, elmondom, hogy neked mi állna jól. Nem, te nem vagy olyan honfoglalós típus, tehát te nem vagy ilyen Vágó Istvános típus, tehát én azt mondom, hogy a Tremmelnek valamilyen beszélgetős live, tehát ami... hülyéskedni, nyomni a sódert, tehát neked valami ilyesmi állna jól, én szerintem. Na, újraindítják fúrás. Én szerintem. Megint fúrnak. Hopp! Ja, tervezek-e 7 Days Live-okat? Híj, ezen elgondolkozom, nem tudom. Nem szoktam. Na, hallod, hogy fúrnak? Olyan mondom, nullára költözök, hogy nem fúrnak. Bebaszós, igen. Hát nem tudom, kinek szimpatikus, hogy csetel megkeretem tőletek. Most tényleg egyébként a bebaszós live-ok az hány embernek szimpatikus? Csak az írjon be, akinek szimpatikus. Aki nem válaszol, azt úgy veszük, hogy annak nem szimpatikus. De tényleg, hát lehet van akiknek, sőt, hát biztos, mert van nézettségük, csak én nem tartozom közéjük. Hát győzik-e sót is sokan nézik, azért mert én nem nézem. Tehát úgyhogy lehet az. Na, így van, Tremmel Tomi, beszéljen ki mindenkit, live-okat csináljon, szavazzuk meg. Na látod, Katalin is azt mondja. Jó, Katalin jó. Igen, de nem, ő, ugye, tehát jól mondom, ugye, hogy ő nem egy ilyen honfoglalós típus, meg nem egy Vágó István kvízműsoros típus a Tremmel. Tehát ezt úgy, neki ez, az lenne a testhez álló, hogy így ilyen trollkodósan ilyen lenyírja a szőrzetét, és bedobálja a WC-be a szőröket, tehát ő neki ilyen live-okat kéne csinálni. Ez olyan Tremmeles lenne.
Laci, mikor jön haza Magyarország? Hát az... hát egy 3 hét. Majdnem egy hónap, hát olyan 3 hét múlva. Katalin, no! No! Na azt mondja a Katalin, hogy őt is kibeszélheted, megengedi. Hát de figyelj, ha megengedte, itt, itt van, mindannyian tanúk vagyunk rá. Tehát ő, ő írta. Katalin, mi van a Szupival? Tudod, nagyon hiányzik az is. Melyik? Szupi mester. Én nem értem, milyen live? Melyik? Szupi mester. Tudod, az is live. Nem tudom. Beszélje ki. Ja. Na hát oké, tehát hogyha megszavaztuk, figyelj Tomi, megszavaztuk, hogy, hogy live-olnod kell, úgyhogy ezen, ezen kell most már gondolkozzál, most már befejezésen kell gondolkozni, a YouTube sztárnak YouTube sztárkodni kell, tehát nem elég most már csak így bemenni, ohoho, ohoho, nem elég most már itt trollkodni, hanem most már dolgozni is kell keményen, tartalmakat gyártani. Rendben van, szoktam, Tomi? Szoktam, Katalin, szoktam. Lászinak is szoktam. Tudod, minden lányok szoktam videót is. Mehetsz oda, hogy kibatál. Na, 1 kilométer. Hát Laci biztos nem ide viszi a fuvart, mert neki más fuvarja van. Nem jön semmi, ezért én átóvakodok ezeken a kereszteződésen. Igen, de nem jön senki, tehát itt nem tudom, kevesen vannak most a szerón, és ezért, ezért én úgy vagyok vele, hogy nem várok. Van is egy olyan dal, hogy nem várok holnapig. Holnapig! Igaz? Ez a zolatai cíni dolog. Akkor, amikor például álltam a kereszteződésnél, piros volt a lámpa, és nem akart átváltani a stream elején, és akkor jöttünk rá, hogy valami gáz lett a szeróval, és utána vettük észre, hogy offline-ba is kerültünk, meg nem is tudom, mindenféle ilyen marhaságok lettek. Na, még lehet, hogy össze is ütköztünk itt. Vagy nem tudom, mi lett. A Szupinak is van élete, vannak fent videói, nézd azokat. Hát szoktam mondani. Na nézzük, hogy állunk. 8 megvan, 8 küldi. Hát ez igen, az a baj, hogy, hogy néztem, hát mikor indultunk. Hát azért egy olyan 1/4 óra 20 percbe beletelik egy fuvar, és ja. Hát ezt szállt kell gondolni. Valószínű visszajövök, azt írtak, hogy töltetek. Ja. Később visszajövök, nézzük, én csak töltöm a teló. Oké, oké, Vazovszki, köszi, hogy itt voltál. Hát nem tudom, gyerekek, végig toljuk ezt, vagy, vagy menjünk ebédelni, még most meg tudjátok mondani. Hát, aludjunk. De én azt mondom, még egy fuvart mindenképpen azért leviszünk, mert még azért, de aztán majd még közben megszavazzuk akkor, hogy menjünk-e tovább. Vagy nem menjünk tovább. Katalin, ebédel. Strasbourg, ó, ez tök közel van, Strasbourg, ez 210 km, ez közel van. Menjünk vissza Strasbourgba. Igen, mert Dijonból mentünk ide, most jövünk ide Strasbourgba. Akkor nézzünk, Laci, itt vagy akkor. Katalin, hiányzik a hangod. Ebédelj. Én még egyet tolunk, egy, ez nem olyan hosszú ez a Strasbourg, szerintem ez egy rövid dolog. Rány is nyomom a Strasbourgra, hát remélem, hogy Laci tud jönni, bár eddig se ilyen fuvalt vett fel, úgyhogy nem tudom igazából. Ugye ez olyan, hogy ezt én úgy tudom, hogy ATS-be is ugyanúgy lehet csinálni, meg az RTS-be is ugyanúgy lehet csinálni, tehát ez egy... Hoppá, itt van mögöttem valahol. Hol? Itt van. Már szóval ATS-ben, meg LTS-ben is ugyanúgy lehet csinálni. Na, nézzétek már! Magyar zászló. Öröm látni a magyar zászlót. Így van. Aki kamionja felett. Az lesz az enyém. Katalin, mamám!
utána is szokott utána, hogy milyen van. Szóval hászik is. És már mindenképpen. Menjünk mi a túk! Jó, mi? Azt mondja Katalin, hogy ott vannak a streamjei, abba hallod. Menj kajálni, talán később tudok jönni, én is kb. Egy óra múlva. Ez ja. A kamion, mármint a maga a kamionra gondolsz, Gabesz, az, ez egy új kamion a Renault-nál, ez valamelyik nap jelent meg, ezt meg lehet venni ezt a kamiont. Hát a festése az már valószínűleg DLC lehet. Csak nem tudom már melyik pak, mert már olyan sok ilyen festés pakon van, hogy ez már nem tudom melyik pak, de a maga a kamion az bárki megveheti, mert ez egy Renault kamion, ez mostanában jelent meg valamelyik nap. Jó, hát lehet, hogy nem tudom, Laci valami van, hogy jön vagy nem, de jó, azt megvárjuk, hogy bejöjjön a barátom. Viszont Axel, zúzok, lájjunk. Oké, jól van. Jól van, köszi. Én megyek még, akkor ezt leviszem, ez 210 km, és akkor szerintem én is utána elmegyek én is egy ebédre, aztán majd látjuk. Hallunk valamikor a Andrásnál vagy a Zsoltnál. Ha csak be nem jön Katalin, mert akkor végig, akkor toljuk tovább, de hogyha nem, ha nem jön be Katalin, nem jön senki, akkor én is megyek ebédre. Mondjuk ha más nem, akkor csak beszélgetni, nyugodtan bejöhetnél Katalin. Lehet, nyugodtan. Lecserélünk Tomi, ne haragudj. Lecserélek Katalinra. Hiányzik már más. Hiányzik egy Katalin hang. Na, szia, szeretném. Na, hello, szép napot. Na, hát nem sok van, ez már 208, telik. Olvasd vissza, várjunk, olvasd vissza. Próbálom. Ha megevédeltél, keresd meg DC-n, most mennem kell, ja értem. Oké. Szép napot, hát nem baj, én ezt még most letolom, várjátok. Hú, de hülyén van ez, hogy van ez? Csak erre fele kell jönni. Hú, hát milyen kanyarazott, látjátok? Jézusom. De furcsa egy valami kereszteződés lesz ez. Ez valójában így nézne ki valójában, mennyire furcsa. Oké, okay, jó. Oké, és... Oké, Katalin... No. Na, közben akkor nézegessük egy kicsit kívülről is már. Legyen egy kis kamion feelingünk, hogy mint az utakon lennénk. Fuvar nélkül jön, Laci? Na, hát nem szeret fuvarokat vinni. Hát látszik, hogy nem sokan vannak az úton, pedig ez tényleg a Sim 1-es, amin azért több ezren szoktak fent lenni, és itt vagyunk azért Nyugat-Európában, tehát jó, hát néha jön egy-egy kamion, de azért... Azért tényleg nem vagyunk túl sokan. Jaj, közben én a chat, liszt, vagy mit csinálna, most a lúcot kezdtem meg a chatet is. Aha, igen, de van is egy új történelmi fejtágító, mindjárt el is olvasom, csak oda kell nézzek. És Péter is írta nekem, küldte a lúcot, hogy szia, jó játékot, köszönöm szépen. Vele szoktunk játszani a Seven Days to Die-ban.
és Skyrim a néven küldi. Na és 1343-ban járunk. Ugye 42-ben az volt, hogy Károly Robert ugye meghalt, és a fia követte a első Lajos a trónon. Viszont 1343-nál tartunk. Ja, miért csoda? A TT miatt lefogyott a töri fejtágító. Mi az a TT? Ja, Tremmel Tomi. Jaj. Tremmel Tomi az olyan TT miatt lefogyott a töri fejtágító. Ez 1343. Na szép, Tomi, miattad lefogyott a töri fejtágító, képzeld el. Na de reméljük azért majd egy reset gombot, ha megnyomja a csíkbarul, akkor utána újraindul, és lesz majd 1343 tényleg valójában. Tomi milyen hatással, hogy a mindenre, az emberekre, a gépekre, meg mindenre. Hát már 123, nagyon, tehát gyorsan törik az idő, most nem is tudom, hogy valahogy régebben úgy valahogy számoltam, hogy 100 kilométer, azt hiszem úgy számoltam, hogy 100 kilométer az 5 perc, én valahogy úgy számoltam, és hát végül is, ha így nézzük, akkor 200 kilométer az 10 perc, tehát, de persze hát lehetnek ilyen kis lassító tényezők a játékba, egyéb dolgok, amikor várunk egymásra, vagy mit tudom én, kimegyünk tankolni, vagy apróságok, de igazából most, szerintem most szépen haladunk, szerintem, úgyhogy egy olyan jó 5 perc, ha 103 km van hátra, mondjuk tegyük fel, nézzük is, mérjük az időt, mondjuk 12 óra 16 perc van, ha azt most jól nézem, és akkor innen nézzük, hogy 12 óra 16 perc, akkor 21 körül nekünk meg kéne érkezzünk. Hát most lemérjük, jó? Hogy kíváncsi vagyok erre, és hogy tényleg jól számoljuk így az időt, mert akkor jobban lehet fejbe számolni, de én körülbelül így számoltam eddig. Meg hát van, amikor nem 200 kilométer, van, akkor 240, meg ilyenek, és hát ugye az már megint kicsivel több, de most igazából ezt nézzük. Már csak 85 kilométer van hátra. Szóval, hogy delik. Mindjárt mehetek melóba. Ó. Na, csak lett fuvarja, de az elé úgy nézett ki, mintha nem lett volna rajta fuvar. Akkor hogy lett most rajta fuvar? Az elé vesküszöm úgy nézett ki. Ez csak úgy látszódott. Nagyon furcsa, vagy nem őt láttam. Jövök ide. Ó, megállt mögöttem a kamionnal, mert félt, hogy összeütközünk. Hát, Home Prime, nem irigyellek. Két óra 18 perc van, és még 65 kilométer van hátra. Ezt most én nem jelentem, gyerekek, hogy mind a kettőnek ugyanaz a neve, és csöngetnek. Hát most ide most hiába csöngetnek. Ide hiába csöngetnek hozzám. Nem lesz ajtónyitás. Ugye mindenki ezeket a rózsaszín szalagokat viszi. Nem vagyok. Ja, jött a kamionfutár. Ja, hát nem tudom. De postás, azt szerintem nem ilyenkor jár, szerintem az van hamarabb. Jó, hát majd kiderül. Hát ugye az a baj, hogy nem itt kellett volna jönni. Vagy jó helyen jövök? De jó helyen jövök. Hát az a baj, hogy a telefont is én ilyenkor kiszoktam nyomni, hogy, mert hát az tuti, hogy ha egész nap nem csöng, de ha az ember live-ol, akkor tudja, hogy akkor fog. Tehát én ezt a telefont kiszoktam, és hát most lehet, hogy valaki keresett, nem tudott felhívni, de hát szerintem ez ki fog derülni. Ezek a dolgok kiderülnek. Na, 12 óra 19 van, és még van 30 kilométer hátra. Hát lehet, így valahogy lesz szerintem. Ez a 100 kilométer 5 perc, még mindig itt tartunk. Szóval mennünk kell kifele. Az a kérdés, hogy tényleg odaérünk a 12 óra 21-re. Mi
Ugye hát ezek is ilyen lassítják, mert ugye itt ilyen kanyarok, minden itt, az ember nem tud menni 90-nel itt ilyen lassító, de hát és ezek benne vannak a játékban, tehát azt jelenti, hogy be kell ezt is kalkulálni, tehát 12 óra 20 perc van nálam ezen az órán legalábbis, és még van 13 kilométer, és az úgy körülbelül szerintem így stimmelni is fog ez a 100 kilométer 5 perc. Két kilométer, és hát szerintem ez így meg is oldódott akkor a rejtély, tehát durván akkor azt jelenti, hogy, hogy már most 0 kilométer van hátra, és 12 óra 20, de hát szerintem mindjárt átvált 21-re. Tehát akkor mégiscsak jól számoltam én ezt régebben is, ezt a dolgot. Úgyhogy, hogyha azt nézzük, hogy 200 kilométeres, én most gyorsítom, hogy ne húzza vele az időt, és hogy, tehát, hogyha így számolunk egy ilyen 200 kilométeres kanyarokat, akkor azok egy 10 perc alatt, hát jó, persze még a felpakolás, lepakolás, meg minden, de azért egy olyan, na, van 10 perc, egy fuvar. Tehát lehet ezzel haladni, ugye meg is nézzük, hogy most ott tartunk, hogy már 9 meg van csinálva a 12-ből, 3 maradt hátra. Hát én ezt a 3-at, ezt akkor már most, az, akkor azt jelenti, hogy az is még egy jó fél óra lenne, de hát akkor nem akarom vele húzni az időt, hogy még akkor fél órát itt rátoljunk erre. Majd szépen megcsináljuk. Hát mindenki, aki szeretné, ugye most van ez a kihívás, ez a rózsaszín szallag nevű kihívás, ugye ezt Katalintól megtudtuk egész pontosan, hogy ez mit is jelent, hogy a merráknak van a világnapja, és ez alapján, vagy ennek apropójából van ez, úgyhogy valamilyen külön ajándék is fog származni, azt hiszem a nőknek, mert erről is van valami leírás, nem nagyon értem, vagy nem tudom pontosan, hogy micsoda, de pont emiatt ugye a nőkkel kapcsolatos a dolog, és hát a nőknek valami oké, Zsolti, majd akkor egyeztetünk, és akkor majd levisszük együtt. Tehát, hogy, és a nőknek tám még, hogyha, mert most megvan az, hogy igaz, hogy mi ugye 12-t levisszük, akkor mi hátra dőlhetünk, hogy oké, csak ugye megvan, hogy összesen az egész világon, akik viszik, nem is tudom, hogy 10 millió, vagy, nem, vagy 100 millió, vagy én nem is tudom, hány kilométert kell, hogy levigyenek a kamionok, és hogyha az megvan, akkor még pluszba, akkor fognak talán szám a nők kapni még valami olyan ajándékot, amit nem tudom micsoda, de én valami ilyesmit olvastam, vagy hallottam pontosabban, mert ha olvastam volna, akkor tudnám jobban, de valamit hallottam. Na, hát ez viszont, amit itt láttok, ez az új Renault kamion, amit most vettem, teszteltem, nincs rossz véleményem róla, egész jól harap, elég jól tudom tartani a tempót, elég jól megy, úgyhogy egy kicsit majd renózgatunk bármennyire, nem vagyok egy Renault zsalkat, de renózni fogunk egy kicsit mostanában. Hát tesztelgetjük. Jól van, viszont jó ebédet kívánok az étvágyhoz, sziasztok! Találkozunk majd hamarosan, hát nem tudom, hogy ezzel az RTS-sel, most azért három fuvart, azt már nem biztos, hogy így live-ba fogom levinni, de az is lehet, hogy igen, még az is lehet, hogy hozzácsapódok valakihez, nem tudom még, minden esetre további szép napot kívánok nektek, sziasztok!